Halleluja. Sláva Bohu, halleluja. Menej, Atyánk. Nebeský Oče. Jézus nevében hálát menje, adunk neked. Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme. Köszönjük, Úr Jézus, a te jelenlétedet. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most itt vagy közöttünk. Ďakujeme, Pane Ježišu, že si teraz prítomný tu s nami. És köszönjük azt, hogy ahol te megjelentél. A ďakujeme ti to, Pane, že kde ty si sa zjavil. Ott mindig történt valami. Tam sa vždy niečo udialo. Mindig történtek csodák. Vždy sa udiali nejaké divy. Mindig azok az emberek, akik benned hittek. Vždy tí ľudia, ktorí v teba uverili. Nyertek kegyelmet tőled. Získali milosť od teba. És ma mi is így vagyunk itt, Úr Jézus. A dnes aj my prichádzame s takýmto srdcom. Mi is szeretnénk kegyelmet nyerni tőled. Aj my by sme chceli získať milosť. Szeretnénk átélni, Úr Jézus, a te csodáidat. Chceli by sme prežiť a zažiť tvoje divy. Szeretnénk hallani a te igédet. Chceli by sme počuť tvoje slovo. Szeretnénk, hogyha a te szellemed által. Chceli by sme zažiť skrze tvojho ducha. Megnyitnád a mi szíveinket. Aby si pootváral naše srdcia. Hogy be tudjuk fogadni a te igédet, a te aby sme mohli prijať tvoje slovo. Ami meg fog bennünket szabadítani. A to slovo, ktoré nás potom oslobodí. Ami fölépíti a mi hitünket. Ktoré zbuduje našu vieru. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Veľmi srdečne každého chcem pozdraviť z tohto miesta. És az Isten igéből fogunk felolvasni. Budeme čítať zo slova Božieho. A Lukáč evangélium 17. részből. Z Lukášovho evanjelia zo 17. kapitoly. A 11. verstől fogom olvasni. Od 11. verša. Amikor pedig útban volt Jeruzsálem felé, a Samária és Galilea közötti határon haladt át. És mikor egy faluba ment, 10 bélpoklos jött eléje, akit távol megálltak. És felemelt szóval kiáltották: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor látta őket, azt mondta nekik: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg oda jártak, megtisztultak. Egyikük aztán látva, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon magasztalta az Istent. És Jézus lábánál arcra borulva hálát adott neki, és ez az ember samáriai volt. Ekkor Jézus ezt mondta: nem tisztult-e meg mind a 10? Hol van a többi 9? Nem akadt, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent, csak ez az idegen? És így szólt hozzá: kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Uzdravenie 10 malomocných. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileu. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im: choďte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a oslavoval Boha? A jemu povedal: vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Köszönöm. Tehát ez a történet 10 leprás embernek a gyógyulását írja le. Tento príbeh nám opisuje uzdravenie 10 malomocných mužov. És kétféle gondolkodásmódot. A tiež nám opisuje dva druhy myslenia. Ugye a történet arról szól, tento príbeh je o tom, hogy volt 10 leprás, že bolo 10 malomocných,
akik Jézushoz kiáltottak, ktorí volali k Ježišovi, hogy gyógyítsa meg őket, aby ich uzdravil. És Jézus azt mondta nekik, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. A Ježiš im povedal, choďte a ukážte sa kňazom. És amíg ők mentek, útközben meggyógyultak. A keď sa vydali na cestu, počas cesty boli uzdravení. És volt közöttük egy samáriai ember, a bol medzi nimi aj jeden samaritán, aki amikor látta, hogy meggyógyult, ktorý keď uvidel, že bol uzdravený, akkor visszafordult. Vrátil sa, otočil sa, vrátil sa späť. Visszafordult Jézus felé. Otočil sa smerom späť k Ježišovi. Dicsőítette az Istent. Oslavoval Boha. És leborult Jézus lábai elé, és hálát adott neki, és megköszönte azt, hogy meggyógyította. A kľakol si pri nohách Pána Ježiša a poďakoval mu za to, že bol uzdravený. És Jézus föltette egy kérdést. Azt mondja, nem 10 gyógyultak meg? A Pán Ježiš mu položil jednu otázku. A či nie 10 boli uzdravení? És akkor hol van a többi 9? A potom, kde sú tí ďalší 9? Csak ez az egy ember jött vissza megköszönni. Len tento jeden človek sa vrátil, csak aby sa poďakoval. Ez az egy ember dicsőíti az Istent a gyógyulásáért. Len tento jeden človek oslavuje Boha za svoje uzdravenie. És nagyon tanúságos történet. A tento príbeh je veľmi poučný. Jézus nem személyválogató. Ježiš si nevyberá človeka. Ő meggyógyította mind a 10 embert. On vyliečil všetkých 10. Annak ellenére, hogy csak egy volt közöttük, akiket igazán érdekelt Jézusnak a személye. Aj napriek tomu, že spomedzi tých 10 bol jeden, ktorého ozaj zaujímalo to, tá osoba Pána Ježiša. És mi is sok mindent akarunk Istentől. Aj my chceme mnoho od Boha. Az emberek sok mindent szeretnének Istentől. Ľudia by chceli mnoho veci od Boha. Sokszor kiáltanak az emberek Istenhez. Mnohokrát volajú k Bohu ľudia. Nem csak hívők, nem nielen, hívők is. Nielen veriaci, aj neveriaci. És Isten sokszor lehajol az emberhez. A Pán Boh sa veľakrát skloní ku človeku. És megsegíti az embert. A pomôže. És most a kérdés az, hogy amikor Krisztus elvégez valamit a mi életünkbe, mi hogyan reagálunk erre? Otázkou teraz je, že keď Kristus niečo spraví v našom živote, ako my na to reagujeme? Kétféle reakció volt. Tu vidíme dva druhy reakcií. Az egyik az, hogy ugye, meggyógyultak, és mentek tovább az ő útjukon. Jedna z tých reakcií bola, že boli uzdravení, a pokračovali ďalej vo svojej ceste. A másik, amikor megtapasztalta azt, hogy Isten cselekedett az ő életébe, a ten druhý zas, keď spozoroval, že Boh konal v jeho živote, akkor az ő figyelme odafordult Isten felé. Tak jeho pozornosť sa obrátila k Bohu. Az ő szívéből egy végtelen hála jött ki Isten felé. Z jeho srdca vyšla nekonečná chvála. És ő visszafordult Krisztushoz, visszament, oda ment Krisztushoz. A on sa otočil späť ku Kristovi. Vrátil sa späť ku Kristovi. És hálás volt Krisztusnak. A bol vďačný. Leborult elé, imádta őt. Poklonil sa, zbožňoval ho. És a másik 9 nem érdekelte tovább Jézus. A tých ďalších 9 nezaujímal ďalej Pán Ježiš. Most a kérdés az, hogy meddig érdekel bennünket az Isten? Teraz vystáva otázka, pokiaľ nás zaujíma Pán Ježiš, vlastne Boh. Addig, amíg megadja nekünk azt, amire vágyunk. Je to len dovtedy, kým nám dá to, čo potrebujeme. És aztán megyünk a magunk útján tovább. A potom ideme ďalej svojou cestou. Vagy pedig azután is érdekelni fog bennünket az Isten, hogy megadta azt, amire vágyunk. Alebo či nás aj potom bude zaujímať Boh, keď nám dal to, po čom sme túžili. Hogy érdekel-e minket Jézusnak a személye. Otázkou je, či nás zaujíma osoba Pána Ježiša. Hogy oda tudunk menni Jézushoz csak azért, hogy hálát adjunk neki, hogy imádjuk őt. Či vieme prísť Pánovi Ježišovi len preto, že ho chceme chváliť, chceme mu vzdať česť. Hogy személyes kapcsolatra jussunk vele. Preto, aby sme s ním mali osobný vzťah. És az a jó, amikor odafordulunk Isten felé. A
to je dobré, keď sa otočíme k Bohu. Amikor megtapasztaljuk azt, hogy Isten cselekszik a mi életünkbe, akkor dicsőítjük őt, és odafordulunk felé. A keď zakúšame, že Boh pracuje v našom živote, tak sa otočíme k nemu a chválime ho. Isten azért cselekszik a mi életünkbe, hogy bizonságot tegyen arról, hogy szeret bennünket. Pán Boh preto koná v našich životoch, aby sme mali svedectvo, že nás má rád. De Istennek nem az a első számú célja, hogy minket meggyógyítson. Ale jeho prvoradým cieľom nie je to, aby nás uzdravil. Nem akarom, hogy félreértsétek, Isten gyógyító. Nechcem, aby ste ma zle porozumeli. Pán Boh je aj lekárom. De Istennek az az első számú célja, hogy örök életet, üdvösséget adjon nekünk. Ale prvoradým Božím cieľom je to, aby nás zachránil, aby sme mali večný život. Istennek az az első számú célja, hogy Krisztushoz vezessen bennünket. Jeho prvoradým cieľom je to, aby nás zaviedol ku Krisztovi. És azt mondja Jézus, hogy azokat a dolgokat, amiket én cselekszek, azok nem magamtól teszem, hanem az Atya adta nekem. A on hovorí, že tie veci, ktoré ja konám, to nerobím sám od seba, to mi Boh zveril. És azért adta Jézusnak az Atya azt, hogy meggyógyítsa ezt a 10 leprást. A preto dal Pán Boh to Ježišovi, aby uzdravil tých 10 malomocných. Hogy ezzel bizonságot tegyen ennek a 10 embernek, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Bolo to preto, aby dal svedectvo týmto 10, že toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zapáčilo. Hogy ő a megváltó, ő a szabadító, ő hozzá menjetek. Že on je ten záchranca, on je ten spasiteľ, za ním chodte. És ezért mondta Jézus is, hogy ha nekem nem hisztek, akkor higgyetek azoknak a dolgoknak, amiket én cselekszek. Preto aj hovorí Pán Ježiš, keď mne neveríte, tak verte tým veciam, ktoré konám. Egyetlen ember volt, aki valójában fölismerte ezt. Bol jediný človek, ktorý v skutočnosti rozpoznal toto všetko. Egy samáriai volt, akit ez a csoda, ez a gyógyulás Krisztushoz vezetett. Bol to jeden Samaritán, ktorého tento div, že bol uzdravený, priviedol ku Kristovi. És amikor ez az ember észrevette, megtapasztalta, hogy mit cselekedett az Isten az ő életébe, akkor Krisztushoz fordult. A keď tento človek rozpoznal, čo Boh spravil v jeho živote, otočil sa ku Kristovi. És tudjátok, ez nem olyan egyértelmű dolog. A viete, to nie je taká jednoznačná vec. Hogyha az Isten cselekszik valakinek az életébe, akkor az rögtön Krisztushoz fog fordulni, rögtön meg fog térni. Myslím to, že keď v niekoho živote Boh pracuje, že automaticky sa otočí k Bohu a bude ho chváliť. Nézzétek meg, amikor Izrael vándorolt a pusztába. Pozrite sa napríklad na to, keď Izrael putoval po púšti. Hánszor cselekedett Krisztus az ő életükbe? Koľkokrát Krisztus pracoval, konal v ich živote? Amikor ittak a kősziklából, akkor Krisztusból ittak. Keď pili z tej skaly, tak pili z Krista. Az van megírva, hogy egész végig Krisztus követte őket a pusztába. Je napísané, že po celý čas ich Krisztus prevádzal po púšti. Rengeteg csodát tapasztaltak meg. Nesmierne množstvo zázrakov zakúsili. És mégis mindig elfordultak Istentől. A predsa sa stále odvrátili od Boha. Mégis mindig a hitetlenség volt az ő szívükbe. Predsa vždy tá neviera bola v ich srdciach. És az Isten igéje nagyon sokszor elmondja azt. A slovo Božie to mnohokrát opisuje. Hogy emlékezzél meg róla, hogy mit cselekedett az Isten a te életedbe. Že nezabudni, alebo pripomeň si, čo všetko Boh konal v tvojom živote. Az Izraelnek is azt mondta Isten, hogy adjátok tovább, mondjátok el a ti fiaitoknak. A Izraelovi prikazuje, že porozprávajte všetky tie divy svojim synom. És tudjátok, ez azért volt, mert amikor az ember megemlékezik arról, hogy mit cselekedett Isten az ő életébe. A viete, toto všetko bolo preto, aby keď človek sa rozpomína na to, čo všetko Boh urobil v jeho živote, akkor az embernek oda kellene fordulni a Krisztushoz. Vtedy by sa človek mal obrátiť ku Kristovi. És Isten mindig ezt csinálta. A Boh vždy toto robil. Mindig emlékeztette Izraelt arra, hogy mit cselekedett az ő életükben. Vždy pripomínal Izraelovi, čo robil v jeho živote. Amikor vége volt a pusztai vándorlásnak. Keď sa ukončilo putovanie po púšti, akkor Mózes azt mondta a népnek. Tak Mojzsis povedal ľudu. A saruati lábaitokról le nem kopott.
sandále na vašich nohách sa nezodrali. A ti ruháitok nem koptak el. Vaše šaty sa nezodrali. Nem éheztetek. Nehladovali ste. Nem szomjaztatok. Nesmedili ste. És ezzel emlékeztetni akarta Izraelt arra, hogy Isten 40 éven keresztül gondoskodott róluk. A tým chcel pripomenúť Izraelu, že po 40 rokov sa staral Boh. A sivatagba. V púšti. Ahol semmi nincsen. Kde je nič. Kde nie je nič, len piesok. És mindezt azért tette az Isten. A všetko to preto robil Boh. Hogy az Izraelnek a szívét saját maga felé fordítsa. Aby srdce Izraela otočil smerom k sebe. Amikor tudunk megemlékezni arról, hogy mit tett Isten a mi életünkbe. Keď si vieme pripomínať to, čo Boh spravil v našich životoch. Amikor nehéz helyzetben vagyunk, és sokszor hívők úgy érezzük, hogy Isten távol van tőlünk. Keď sme veľakrát v ťažkých situáciách a takto cítime, že Boh je nám vzdialený. És el vagyunk keseredve. A sme takí zahorknutí. Akkor mindig emlékezzetek meg róla, azokról a dolgokról, amiket Isten cselekedett az életetekben. Tak vždy si začnite pripomínať to, čo Boh konal. Gondoljatok vissza azokra a helyzetekre, amikor Isten csodákat tett az életetekben. Skúste sa rozpomenúť na tie situácie, keď Boh konal v našich životoch. Amikor kiemelt a bűnből. Keď nás vyzdvihol z hriechu. Amikor megváltoztatta a mi életünket, a gondolkodásunkat. Keď menil naše životy, naše rozmýšľanie. Amikor megszabadultunk megkötözöttségektől. Keď sme boli oslobodení z poviazania. Vagy egyszerűen csak szólt hozzánk az Isten és fölemelt bennünket. Alebo sme len jednoducho počuli Boží hlas a ten nás pozdvihol. Emlékezzetek meg ezekről a dolgokról. Rozpomínajte si. Ez a szíveteket meg fogja erősíteni, és oda fogja fordítani Krisztushoz. To rozpomínanie vás pozdvihne a otočí vaše srdcia k Bohu. Legyen mindig hálás a szívetek, amikor megemlékeztek arról, hogy Isten mit tett az életetekben. Nech sú vždy plné vaše srdcia chválou, keď si rozpomeniete, čo Boh spravil. Ez egy egészen szoros közelségbe fog vinni benneteket Krisztussal. To rozpomínanie vás vovedie do úplnej blízkosti s Krisztom. Nézzétek meg, hogy ez az ember, aki megörült annak, amit Isten cselekedett az ő életébe. Veď pozrite sa aj na toho človeka, ktorý sa potešil, čo Boh vykonal v jeho živote. Az a hála, az a öröm. Tá radosť, tá chvála. Az olyan közelségbe vitte őt Krisztushoz. To priviedlo do takej blízkosti ku Kristovi. Egészen Krisztus lábaihoz. Celkom až ku Kristovým nohám. Oda leborult. Tam si kľakol. És ott kapott egy kijelentést. A tam dostal zjavenie. Ne félj, a te hited megtartott téged. Neboj sa, veď tvoja viera ťa uzdravila. És amikor ez olyan közelségbe fog benneteket vinni Krisztushoz, a keď vás to privedie do takejto bezprostrednej blízkosti ku Kristovi, egészen Krisztus lábaihoz, celkom až k jeho nohám, akkor ott meg fogjátok kapni a kijelentést. Tak tam dostanete zjavenie. Ne félj. Neboj sa. A te hited megtartott téged. Tvoja viera ťa zachovala. És már is a kijelentés, a hneď to zjavenie, kiemel a nehéz helyzetből. Vás vyzdvihne z tej ťažkej situácie. Amikor Krisztus szól a mi szívünkhöz, az kiemel minden nehéz helyzetből. Keď Krisztus prehovorí k našim srdciam, to nás hneď vyzdvihne z každej ťažkej situácie. De ez kell, hogy ez a helyes gondolkozás mód legyen bennünk. Ale k tomuto je nutné to, aby naše rozmýšľanie bolo správne. Hogy vegyük észre az, hogy mit cselekedett Isten a mi életünkbe. Aby sme sa rozpomínali, čo Boh spravil v našom živote. Legyünk érte hálásak. Aby sme boli za to vďační. Mert ez mindig közel visz Krisztushoz. Pretože toto nás vždy privedie bližšie ku Kristovi. Az a másik 9 ember, az is meggyógyult. Aj tých ďalších 9 bolo uzdravených. De ők egyre csak távolodtak Krisztustól. Ale oni sa stále len viac vzdialovali od Krista. Ugyan egyszer megtapasztalták a Krisztust. Áno, oni raz zakúsili, zažili Krista. De én úgy gondolom, hogy soha többet aztán nem közeledtek fel. Ale ja si myslím, že oni potom už nikdy viac sa nepriblížili. Egyetlen egy ember nyerte meg a kijelentést. Bol jediný jeden človek, ktorý získal slovo, zasľúbenie. Az, aki visszament Krisztushoz, akinek a szívébe hála volt Krisztus felé, azért, amit tett az ő életében. Ten, ktorý sa vrátil ku Kristovi a dal mu vďaku za to, čo spravil. Tudjátok, az, ha cselekszik Isten a mi életünkbe,
Viete to, keď Boh pracuje, koná v našich životoch? Azt nem szabad természetesnek venni. To by sme nemali brať za automatické. Ez a 9 ember ez természetesnek vette ezt a dolgot. Tých 9 to bralo tak za samozrejmosť. Hát ő a Krisztus gyógyítson meg, az a dolga. On je Krisztus, nech nás uzdraví, veď to je jeho robota. És aztán megyünk. A potom ideme ďalej. De ennek az egynek, ale tento jeden, ennek nem volt ez természetes. Preto ho to nebolo také samozrejme, automatické. Ezért egy hatalmas hála volt az ő szívébe. Preto v jeho srdci sa narodila veľká vďaka. És ezért ment vissza imádni Jézust. A preto sa vrátil, aby si uctil Ježiša. Mert megértette azt, lebo pochopil to, hogy Isten milyen kegyelmet adott az ő életébe. Akú milosť dal Boh do jeho života. És hogy ő ezt nem érdemelte meg. A že on si to vôbec nezaslúžil. Semmi jót nem tett azért, hogy ezt megérdemelje. Dobre, preto nespravil, aby si to zaslúžil. Ezért a kegyelem az nem természetes dolog. Preto milosť nie je samozrejmá. A kegyelem az egy nagyon drága áron volt kifizetve. Tá milosť bola veľmi, veľmi draho zaplatená. Ez Krisztusnak az életébe került. Tá cena bola život Krista. Az, hogy ez a kegyelem kiáradjon a mi életünkre. To, aby tá milosť sa mohla vyliať na naše životy. És ennek a leprásnak az életére. A na život toho malomocného. És ő ezt megértette. A on to pochopil. Hogy ez milyen drága dolog. Aká drahocenná vec to je. És ezért nagyon hálás volt az Istennek. A preto bol veľmi vďačný Bohu. És ezért most úrvacsorázni fogunk. A preto teraz, keď prichádzame k Večeri Pánovej. És most jó, hogyha megemlékezünk arról, mert az ige azt mondja, hogy emlékezzetek meg. Jézus azt mondja, hogy emlékezzetek meg. Preto je dobré, keď sa rozpomíname aj Pán Ježiš hovorí, že pripomente si az én halálomról. Pripomente si to o mojej smrti. Amikor veszitek ezt a kenyeret és isszátok a bort, hirdessétek azt, hogy én meghaltam értetek. Keď beriete tento chlieb a pijete toto víno, tak si pripomente, že som zomrel za vás. És ez a pillanat, amikor mi ezt fogjuk tenni, a tento moment, keď my toto spravíme, ez nem akármilyen pillanat, és nem akármilyen helyzet. To nie je akýkoľvek moment, alebo taká bežná situácia. Ez pontosan az a helyzet, amikor megemlékezünk arról, hogy Krisztus mit tett értünk. To je presne tá situácia, ten moment, keď si spomenieme na to, čo Kristus pre nás urobil. Megemlékezünk arról, hogy mennyire szeretett bennünket. Keď si pripomíname to, ako veľmi nás miloval. Hogy milyen nagy kegyelmet gyakorolt felénk. Že akú veľkú milosť nám preukázal. És itt nem csak egy gyógyulásról emlékezünk meg. A tu si nepripomíname len jedno uzdravenie. Itt arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus mindent odaadott értünk. Tu si pripomíname to, že Pán Ježiš Kristus pre nás dal všetko. Nem csak egy gyógyulást. Nie len jedno uzdravenie. Hanem mindent. Ale všetko. Mindent. Všetko. És amikor a mi szívünk hálás Krisztusnak. A keď naše srdce je vďačné Kristovi. És örvendezünk abba, hogy odaadott értünk mindent. A radujeme sa tak vo svojom srdci z toho, že nám dal všetko. Az közel visz bennünket ő hozzá. To nás privádza tesne do jeho blízkosti. Egészen olyan közelségbe, ahol meg tudjuk őt érinteni, és ő meg tud bennünket érinteni. Až do takej tesnej blízkosti, že sa ho smieme dotýkať a on sa môže dotýkať nás. Amen. Amen. Úrvacsorai igéket fogom olvasni a Máté evangéliumból. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 26. kapitoly slová k Večeri Pánovej. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, adta a tanítványoknak, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. 26. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával učeníkom so slovami. Vezmite, jedzte, toto je moje telo.
mennyi atyánk. Nebeský Oče. Jézus nevében hálát adunk neked. Mene Ježiš, ti dávame chválu. Köszönjük neked, Úr Jézus. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Hogy te nem kímélted magadat. Že si sa nelutoval. Te nem törődtél azzal, hogy mi lenne neked a jó. A nezaoberal sa tým, čo by pre teba bolo dobré. Te csak azzal törődtél, hogy nekünk mi lenne a jó. Ale si myslel jedine na to, čo pre nás by bolo dobré. És te tudtad, hogy nekünk az a jó, hogyha te meghalsz értünk. A ty si vedel, že pre nás je len to dobré, keď za nás zomrieš. Ha szenvedsz értünk. Keď budeš trpieť za nás. És mi ezt köszönjük neked, Úr Jézus. A my ti za toto veľmi ďakujeme. És mi hálát adunk neked a te áldozatodért. Zdávame ti veľkú chválu za tvoju obeť. Köszönjük azt, hogy mindent odaadtál értünk. Ďakujeme ti to, že si dal všetko pre nás. Köszönjük azt, hogy drágábbak vagyunk neked a saját életednél. Ďakujeme ti, že sme pre teba drahší, ako tvoj vlastný život bol. És most szeretnénk meghirdetni azt, Úr Jézus, hogy te meghaltál értünk. A teraz by sme chceli zvestovať to, Pane, že ty si zomrel pre nás. Hogy annyira szerettél bennünket. Že tak veľmi si nás miloval. Köszönjük ezt a kegyelmet. Ó, ďakujeme ti za túto lásku, za túto milosť. Köszönjük ezt a szeretetet. Ďakujeme ti za túto preveľkú lásku. Hálát adunk neked ezért a kenyérért. Ďakujeme ti za tento chlieb. Jézus nevében megáldjuk. V mene Pána Ježiša ho žehnáme. És köszönjük neked azt, Úr Jézus, hogy most magunkhoz vehetjük. A ďakujeme ti to, Pán Ježišu Kriste, že ho môžeme teraz vziať. Amen. Amen. Vette a poharat, hálát adott, adta nekik, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének terméséből, addig a napig, amikor majd újat iszom veletek az én atyám országában. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami. Pite z neho všetci. Veď toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem s vami piť. Nový v kráľovstve svojho otca. Menej atyánk. Nebeský Oče. Jézus nevében köszönjük neked ezt a poharat. Mene Ježiša, ti ďakujeme za tento pohár. Köszönjük, Úr Jézus, a te kifolyt véredet. Ďakujeme ti za tvoju preliatú krv. Köszönjük azt, hogy értünk folyt. Ďakujeme ti to, že tiekla za nás. Nem magaddal foglalkoztál. Nezaoberal si sa samým sebou. Csak velünk, Úr Jézus. A len nami. Értünk szenvedtél. Trpel si za nás. Értünk haltál meg. Zomrel si za nás. És mi ezt köszönjük neked, Úr Jézus. A mi ti za to ďakujeme, Pane Ježišu. Hálát adunk neked, és dicsőítünk téged azért, amit tettél. Sme vďační a oslavujeme ťa za to, čo si spravil. Mi soha nem fogjuk tudni ezt neked visszafizetni. Mi ti to nikdy nebudeme vedieť odčiniť. Soha nem fogunk tudni olyan jók lenni, hogy ezt kiérdemeljük. Nikdy nebudeme vedieť byť takými dobrými, aby sme si to zaslúžili. És ezért köszönjük neked, hogy kegyelemből adtad. Preto ti veľmi ďakujeme, že si to dal z milosti. Nem azért, mert megérdemeltük. Nie, pretože sme si to zaslúžili. Hanem azért, mert végtelenül szeretsz bennünket. Ale to preto, že nás nekonečne miluješ. Jézus nevében megáldjuk ezt a poharat. V mene Ježiša žehnáme tento pohár. És a te nevedben vesszük magunkhoz. A v tvojom mene ho vezmeme. Amen. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam na tomto zhromaždení. Mindenkit szeretettel köszöntök ezen az összejövetelen. Prišli ste z mnohých strán, veľmi zďaleka, aj zbližšia. Távoli helyekről és közeli helyekről jöttetek ide. Veľmi sa radujem tomu, že Duch Svätý pracuje medzi nami a v nás. Nagyon örülök, hogy a Szent Szellem munkálkodik bennünk és körünkben közöttünk. A teraz, ako sme spievali, Duch Svätý mi zvestoval. És most, ahogy énekeltünk, a Szent Szellem kihirdette nekem. Že niekoho uzdravil z psychickej nemoci. Hogy valakit meggyógyított pszichikai betegségből. Takže, ak ste mali niekto psychické problémy a viete, že to ste vy, tak chváľte Boha. Stalo sa.
Hogyha valamelyiknek pszichikai problémátok volt, és tudtok róla, és most meggyógyultatok, akkor dicsőítsétek Istent. Duch Svätý mi ďalej zvestoval, že niekto mal vnútorné problémy, že prežíval obavy, bolesti mal vo svojom vnútri. A Szent Szellem azt is kijelentette nekem, hogy valakinek belső félelmei és aggódásai és fájdalmai voltak. Proste tak cítil, že sa mu premiestňuje bolesť raz sem, raz tam, jeho vnútri. Úgy érezte, hogy a fájdalomhoz áthelyeződik egyik helyről a másikra a bensejében. A Duch Svätý mi zvestuje, že on to uzdravil. És a Szent Szellem azt mutatja nekem, hogy meggyógyította. Chvál Pána, raduj sa. Adj hálát Istennek, örvendezz, és légy ezért hálás neki. Nepochybuj, ne kételkedj, lebo ten, kdo prijal od Pána veci, tak to je jeho. Mert aki elfogadott dolgokat az Úrtól, azok az övéi. A dnes Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky. És az Úr Jézus ugyanaz tegnap, ma is, hol, és mindörökké. Zo Srbii som mal tú návštevu do obeda. Látogatóim voltak délelőtt Szerbiából. A oni hovoria, že tlačí sa také učenie, že už sa v dnešnej dobe zázraky nedejú. És ők azt mondják, hogy olyan tanítás terjed, hogy a mai időkben már nem történnek csodák. A vidíte, zase Pán Ježiš robí zázraky. És látjátok, az Úr Jézus megint tesz csodákat. A ja sa z toho veľmi radujem. És én ennek nagyon örülök. Takže ste prišli z ďaleka aj z blízka, všetci ste srdečne vítani. Úgyhogy akár messziről, akár közelről jöttetek, szeretettel üdvözölve vagytok. A zvláštnou láskou chcem privítať medzi nami milého brata, brata Gusta Pagáča. És különös szeretettel üdvözlöm körünkben Gusto Pagács testvért a családjával. Poprosím ťa, milý brat, prídi a odovzdaj také pozdravenie, povzbudenie, čo ti Pán dal do srdca. Megkérlek, testvérem, hogy gyere ide ki, és add át, amit az Úr a szívedre helyezett, üdvözletet, köszöntést. Fölrakom rád ezt a szerkentyűt. Je to veľká úcta, bratia a sestry, že môžem tu stáť pred vami. Nagy megtiszteltetés, testvéreim, hogy itt állhatok előttetek. Ani rozmýšľať neviem, že ako vás osloviť. Nem is tudom átgondolni, hogy hogyan szólítsalak benneteket. Lebo Pán Ježiš vás veľmi miluje. Mert az Úr Jézus nagyon szeret benneteket. A prinášam vám pozdraví z ďalekej krajiny. És egy távoli országból hozok nektek üdvözleteket. Z Ausztrálie. Ausztráliából. Žijeme s mojou manželkou a rodinou v Sydney. Feleségemmel és családommal Sydneyben élünk. Sme členmi jedného malého zboru. Egy kis gyülekezetnek vagyunk a tagjai. Asi 800-900 členov máme. Úgy nagyjából 800-900 fős a gyülekezet. Ale máme veľkú miestnosť. De van egy nagy helyiségünk. Ale sa tam nemestíme. De mégse férünk be. Takže sme si rozdelili služby na dvakrát. Úgyhogy kétszer tartunk alkalmakat. Ja, o 9. služba. 9-től van az egyik. A o 11. služba. És 11-től van a Ale másik. Ale vy sa natlačíte na jednom miesto, aby ste sa radovali spolu. De ti összezsúfolódtok egy kis helyre, hogy mindannyian együtt örvendezzetek. Želáme vám požehnanie Pánovo na vás. És az Úrnak az áldását kívánjuk nektek. Naši bratia kazatelia aj celý zbor, keď sme odchádzali. A mi ige hirdetőink és az egész gyülekezet is, amikor eljöttünk. Sa modlili za nás, aby bol Pán s nami, keď ideme na cesty. Imádkoztak, kértünk, hogy az Úr velünk legyen, amikor útra kelünk. A žiadali, aby sme vám odovzdali ich pozdravi. És arra kértek bennünket, hogy adjuk át az ő üdvözleteiket. Že by vás Pán Ježiš bohate požehnal. Hogy az Úr Jézus gazdagon áldjon meg benneteket. Aby jeho milosť a jeho láska prebývala bohate vo vás. Hogy az ő kegyelme és szeretete gazdagon lakozzon bennetek. A ja som prekvapený, som veľa počul o bratovi Alexandrovi aj o vašom zbore. És én meg vagyok lepődve, sokat hallottam ugyan Sándor testvérről is, meg a gyülekezetetekről. Ale som si nemyslel, že to takto vypadá. De nem gondoltam volna, hogy ez így néz ki. A by som vám povedal tak, ako kráľovna zo Sáby hovorila. És olyasmit mondanék, mint Sába királynője mondott. Že veľa volna. Som počula,
ale ani polovicu mi nebolo povedané. Hogy sokat hallottam, de a felét sem mondták el. My s mojou manželkou už niekoľko rokov pracujeme na poli misie, evangelizácie. A feleségemmel együtt már évek óta missziós munkát, evangelizációt folytatunk. Asi 10 rokov pracujeme v misii. Körülbelül 10 éve. A posledných 4 roky cestujeme každý rok do Maďarska. És az elmúlt 10 évben, elmúlt 4 évben minden évben Magyarországra utazunk. A pracujeme tam s bratmi a pomáhame im zakladať zbory a hlásame slovo Božie tam, kde nás počúvajú. És együtt dolgozunk az ottani testvérekkel, segítünk nekik a gyülekezet alapításban, és mindenütt hirdetik az igét, ahol meghallgatnak minket. Tento rok sme mali takú zvláštnu príležitosť. Ebben az évben egy olyan különleges alkalom volt, že naša sestra, kazateľka, ugye az ige hirdető testvérnőnk, a riaditeľka misie, lebo my máme viac misionárov vo svete, a missziós szolgálatnak az igazgatónője, mert több missziónk is van világszerte, a máme na to vyšlenenú osobu, ktorá sa o misiu a o týchto misionároch vo svete stará. És ki van jelölve egy személy, aki törődik ezekkel a missziós központokkal. Tak z milosti pánovej sme ju doviezli do Maďarska. És az Úr kegyelméből elhoztuk Magyarországra. Aby videli, ako čo pán Boh koná medzi týmto národom. Hogy lássa, hogy az Úr az mit cselekszik ebben a nemzetben. A skutočne bola naša sestra prekvapená aj s celým tímom, čo sme tu boli. És valóban a testvérnő is, meg az egész társaság meg volt lepődve. Že pán Boh vás miluje. Hogy Isten szeret benneteket. A že posiela, vylieva svojho ducha i dnešného dňa na tých, ktorí ho milujú a ktorí očakávajú o príchod. És a mai napon is kiárasztja az ő szent szellemét mindazokra, akik szeretik és akik várják a visszajövetelét. Lebo tí, ktorí ho milujú, mert azok, akik szeretik őt, azok örök életet nyernek. A ja by som vám želal, ja nechcem narúšať vaše programy. Nem akarok bele szólni a programjaitokba. Ale by som vám želal, že by ste skutočne vedeli prijať pána Ježiša Krista tak, ako sa on dáva, ako sme tu počuli od brata pred večerou pánovou. De az volna a kívánságom, hogy valóban úgy tudjátok az Úr Jézus Krisztust venni, mint ahogyan itt erről szó volt az úrvacsora előtt. Na pozbudenie vašej viery len malinký príklad vám z Biblie chcem povedať. Buzdításul egy apró példát mondanék el a Bibliából. Je to 18. kapitole Lukáša. Lukács 18. fejezetében. Verša. Ja to nebudem čítať, lebo ja mám anglickú Bibliu, brat má maďarskú, ale vám to len poviem. A 18. verstől, de nem fogom felolvasni. Bol jeden bohatý človek. Volt egy gazdag ember. Ktorý prišiel k pánu Ježišovi. Aki az Úr Jézushoz odament. A hovorí: "Pane, dobrý Boh, čo alebo dobrý človek, čo mám robiť, aby som bol spasený?" Jó mester, mit tegyek, hogy üdvösséget nyerjek? Ľudia dneska vo svete hľadajú niečo, čo nevedia, čo hľadajú. Az emberek ma keresnek valamit a világban, de nem tudják, hogy mit keresnek. Určite poznáte tento prípad, tento mladý muž, mladý človek došiel a hovorí, čo mám robiť, aby som dosiahol spasenie. Biztos ismeritek ezt az esetet, hogy ez az ifjú ember odament és megkérdezte, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. My sa stretávame s ľuďmi, ktorí majú túto istú otázku dneska. Ma is találkozunk ki olyan emberekkel, akiknek pontosan ugyanez a kérdés. Čo mám robiť, aby som hlásil spasenie? Mit tegyek, hogy megtaláljam az üdvösséget? A Pán Ježiš hovorí, poznáš zákon? És az Úr Jézus azt mondja, ismered a törvényt? On hovoril v židomskom národe. Ő a zsidók között volt és beszélt. A tento mladý muž hovorí, áno, poznám. És azt mondja, hogy igen, ismerem. A Pán Ježiš potom hovorí, jedno ti ešte chýba. És az Úr Jézus azt mondja, hogy még egy dolog hiányzik neked. Vzdaj sa všetkoho, čo máš. Mondjál le mindenről, amit van. A nasleduj mňa. És kövess engem. Možno, že my sme není bohatí. Ani ja som není bohatý. Lehet, hogy mi nem vagyunk gazdagok, még én sem vagyok gazdag. Možno, že si chudobný. Lehet, hogy szegény vagy. A sa nevie zdať, nemá sa vzdať čoho. És nincs miről lemondjál. Ale máš sa vzdať čoho, brat, de van miről lemondanod. Má sa vzdať, môže sa vzdať svojej chudoby. Lemondhatsz a te szegénységedről. Lebo Pán Ježiš hovorí, že ja vám dám život.
Mert az Úr Jézus azt mondja, hogy én életet adok nektek. Plný, bohatý život. És egy teljes gazdag életet. Nepovoláva Pán Boh nikoho ku chudobe. Isten senkit nem hív el szegénységbe, hanem az ő szent nevének a dicsőségére. Hogyha mi az Úr Jézus Krisztusnak a példáját követjük, akkor azok, akik körülöttünk vannak, ahogy ti vagytok itt az emeleten is, a folyosón is, amikor Isten fiának a hangját halljátok, és dicsőítitek, akkor részes éve váltok Isten királyságának. A ti, čo sú účastní nebeského kráľovstva. És azok, akik részesei Isten királyságának. Sú chudobní. Azok szegények? Nie, sú bohatí, lebo nebeské kráľovstvo je našim dedičstvom. Hanem gazdagok, mert Isten királysága az a mi örökségünk. Týmto slovom vás chcem pozbudiť. Ezzel az igével buzdítalak benneteket. Lebo moc Božia je úžasná i dnešného dňa. Mert Isten hatalma hatalmas a mai napon is. My to vidíme na každých stretnutiach, ktoré sa stretávame. Mi minden összejövetelen látjuk ezt Magyarországon. Už teraz len za 5 týždňov, čo sme tu, videli sme asi 20, možno 30 obrátení, čo ľudia prišli k Pánovi Ježišovi. Az alatt az 5 hét alatt, amióta itt vagyunk, olyan 25-30 megtérést láttunk az embereket, akik az Úr Jézushoz jöttek. A to je najväčší dar Boží. És ez Istennek a legnagyobb ajándéka. A najväčší zázrak Boží. És Isten legnagyobb csodája. Keď sa človek môže narodiť znova. Hogyha az ember újjászülethet. Keď môžeš prijať Pána Ježiša do svojho srdca ako spasiteľa. Hogyha befogadhatod az Úr Jézust a szívedben, mint megváltódnak. A ja som šťastný a radosný, že vidím tu duše radosné a rozžiarené, ktoré oslavujú Pána Ježiša. És én boldog vagyok és örvendezek, hogy örvendező és boldog lelkeket látok itt, akik ünneplik az Úr Jézust. Buďte požehnaní. Legyetek áldottak, testvérek. Buďte šťastní. Legyetek boldogok. Buďte radosní a vytrvalí. Legyetek örvendezők és kitartók. Lebo nás čaká večná odmena. Mert örökkévaló jutalom vár bennünket. Nie odmena dolárov. Nem dollárban kapjuk. Nie v zlate. Nem aranyban, striebre, nem ezüstben, ale večná korona slávy, hanem a örök dicsőségnek a koronája. O ktorej Pavol apostol hovorí, že boj výborný bojoval som. Amelyről Pál apostol azt mondja, hogy megharcoltam a hitnek a harcát. Megőriztem a hitet. A je mi odložená koruna. És félre van nekem téve koruna slávy, korona. Ktorý mi dá môj nebeský pán na moju hlavu. A dicsőség koronája, amit az én mennyei uram ad nekem a fejemre. Ale nie len na moju. De nem csak az enyémre. Ale aj na tvoju brat, a tiédre is testvérem, sestra, a tiédre is testvérnő. Aj každému ktokoľvek vyzná, že Ježiš Krisztus je jeho pánom. Aki megvallja, hogy az Úr Jézus az ő ura. A nech vás pán požehná, aby ste vytrvali do posledy. Hogy menje Pána Ježiša Krista. Kitartsatok a végsőkig az Úr Jézus nevében. Amen. És köszönöm nektek ezt a lehetőséget. Az Úr áldjon meg benneteket. Mi is nagyon köszönjük. Köszönjük a buzdításnak az igéit. És örülünk neki, hogy a testvér ilyen különleges módon hozta hozzánk közel az Úrnak a gazdagságát. Že ten bohatý mládenec, ktorý prišiel k Pánu Ježišovi, tak Pán Ježiš mówi, rozdaj to, čo máš. Hogy az a gazdag ifjú, aki az Úr Jézushoz ment, annak azt mondta az Úr Jézus, hogy add szét, amit van. A budeš bohatý Bohu. És akkor Istenben leszel gazdag. Ty musíš byť bohatý ako Pán Ježiš. Neked az Úr Jézus módjára kell gazdagnak lenned. Kto chce byť bohatý, ako bol bohatý Pán Ježiš? Zodvinite ruky. Ki akar az Úr Jézus módjára gazdagnak lenni? Emelje föl a kezét. De hittem. Ó, ďaká Pánu. Hála az Úrnak. No, ale Pán Ježiš nemal domu. De az Úr Jézus, čo nemal? Dom. Az Úr Jézus nem volt háza. Pán Ježiš nemal Somára. Nem volt Samara. Teda nemal Mercedes, nemal... Vagyis nem volt Mercedes-e. Pán Ježiš nemal loďku. Nem volt hajója. Pán Ježiš nemal kde hlavu skloniť. Nem volt hova lehajtsa a fejét. Pán Ježiš nemal svoj vlastný hrob. Nem volt saját sírja se. Dokonca nemal ani miesto, svet mu odobrel miesto, takže... že nebol na zemi, ale ho vyvýšili hore na kvôl, teda na kríž.
Még azt a helyet a földön is megtagadta tőle a világ, hogy föl emelték őt a keresztre. Még annyi helyet se adtak neki, hogy állhasson a földön. Ki akar így gazdagnak lenni? Most emeljétek föl a kezeteket. Legyetek áldottak. Halleluja. Látom, hogy nagyon komolyan veszitek Isten igéjét. Musím vám povedať jednu zvláštnu vec, že jedného dňa to príde. És el kell mondjak egy különös dolgot, hogy lesz egy nap, amikor ez eljön. Keď budete tak bohatí, amikor olyan gazdagok lesznek, že nebudete mať nič, len Pána Ježíša Krista. Hogy semmitek nem lesz, csak az Úr Jézus Krisztus. Radujete sa z toho? Örültök ennek? Tak ste na dobré miesto prišli. Akkor jó helyre jöttetek. Aby sme sa spolu radovali z nášho Pána. Hogy együtt örvendezzünk a mi Úrunknak. Pretože Pán Ježiš Krisztus nám vydobil život hojný a plný. Mert az Úr Jézus az gazdag és teljes életet harcol ki számunkra. Pracujú zlodeji. Ezen a világon munkálkodnak a tolvajok. Na tomto svete budeme mať nepriateľstva. Ellenségeskedések vannak ezen a világon nekünk is, meg nem értés. Budeme mať ťažkosti. Nehézségek érnek minket. Ale čo hovorí Pán Ježiš? De mit mond az Úr Jézus? Dúfajte, ja som premohol svet. Bízzatok, én legyőztem a világot. A to je naša viera. És ez a mi hitünk. Preto sme šťastní. Ezért vagyunk boldogok. Aj keď naše peňaženky sú možno prázdne. Még akkor is, hogyha lehet, hogy a pénztárcáink üresek. Aj keď nás zlodejú berú naše majetky. Akkor is, hogyha a tolvajok elveszik a vagyonunkat. Aj keď máme ťažkosti a problémy v živote. Akkor is, hogyha az életünkben nehézségek bohatí. És problémák vannak. Gazdagok vagyunk. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus nemal nič. Nézzétek meg, az Úr Jézusnak nem volt semmilyen. Nemal peňaženku, nemal mešec. Nem volt pénztárcája, nemal dom, nem volt erszénye, nem volt háza. Nemal szomára, nemal loďku. Nem volt szamara, nem volt hajója. Ale stále rozdával. És mégis mindig osztogatott. Jak je to možné? Hogyan lehetséges Čo ez? Čo to je za bohatstvo, ktoré on dáva? Mi az a gazdagság, amit ő szétosztott? Otváral oči slepí. Megnyitotta a vakok szemét. Zarmudené srdcia potešoval. A megkeményedett, vagy a megszomorodott szíveket megvigasztalta. To, čo bolo skrivené, vyrovnával svojim slovom. Ami el volt görbülve, azt kiegyenesítette a szavával. Aká moc. Micsoda hatalom. Aká sila. Micsoda erő. Aké bohatstvo. Micsoda gazdagság. On, ktorý nemal nič. Ő, akinek semmilyen nem volt. Rozdával. Állandóan adakozott. Állandóan volt, mit adnia. Chceš byť taký bohatý? Akarsz ilyen gazdag Poď lenni? K nemu. Gyere hozzá. On ťa volá najprv k sebe. Ő először magához hív. Prvnež vyslal svojich učedníkov. Mielőtt kiküldte volna a tanítványait. Najprv si ich povolal k sebe. Először magához hívta Ty őket. Ty potrebuješ mať osobnú skúsenosť s Pánom Ježišom. Személyes tapasztalatra van szükséged az Úr Jézussal. Ty potrebuješ osobné dotknutie s Pánom Ježišom. Személyes érintésre van szükséged az Úr Jézussal. Potrebuješ mať osobné svedectvo. Személyes bizonyságra van szükséged. Preto ťa volá k sebe. Ezért hív magához. Neutekaj, nebež. Ne szaladjál, ne fussál. Nebež do sveta a nerob nejaké misie alebo nejaké diela náboženské. Ne fussál ki a világba, és ne csinálj mindenféle vallásos dolgokat. Najprv poď k Pánu Ježišovi. Először gyere az Úr Jézushoz. Maj osobnú skúsenosť s ním. Legyen vele személyes megtapasztalásod. Poznaj ho. Ismerd meg. To je veľká vec poznať Boha. Ez nagy dolog Istent megismerni. Lebo ako ho budeš hlásať, keď ho nepoznáš? Mert hogyan fogod hirdetni, hogyha nem ismered? Ako budeš o ňom rozprávať, keď si ho nezažil a neskúsil? Hogyan fogsz róla beszélni, hogyha nem tapasztaltad meg? Ty najprv potrebuješ prísť do blízkosti Božej. Először Isten közelségébe kell menned. Potrebuješ zážitok Boha. Szükséged van egy élményre Istennel. Každý deň potrebuješ ho zažívať. Nap mint nap meg kell, hogy éld vele. A to je sila, ktorá ti otvára oči. És ez az az erő, amely megnyitja a szemedet. To je tá sila, ktorá prúdi z hora a dáva ti silu bojovať tento boj. Ez az az erő, amely fölülről árad és erőt ad neked, hogy megharcold a harcaidat. Lebo ti tú silu potrebuješ. Mert szükséged van arra az erőre. Niektorí si myslia, že ja keď príjmem Pána Ježiša, ó, to bude radosný život, to budem len skákať, to budem chodiť len po výšinách. Némelyek azt gondolják, hogyha befogadom az Úr Jézust, akkor ez egy ilyen, ilyen örömteli élet lesz csak, és csak ugrándozni fogok, és a magas Nem tudom, hogy oni čítajú takéto evangélium. Nem tudom, hogy honnan olvassák az ilyen evangéliumot. Ale ja vidím tú reálnu cestu za Pánom Ježišom. De én látom az Úr Jézus követésének a reális útját. A chcete vedieť, aký je môj život? Akarjátok tudni, milyen az életem? Veľa sa radujem. Sokat örvendezek. Veľa plačem. Sokat sírok. Veľa som zovretý. Sokat szorongok. A veľakrát som
objatý láskou Božou. És sokszor Isten szeretete körülvesz. Halleluja. Halleluja. A to sa deje niekedy na striedačku. És ez sokszor csak úgy váltja egymást. Viete, keď môj brat rozprával, amikor a testvérem szólt, Duch Svätý mi priniesol predo mňa ten obraz putovania izraelského národa. Szent Szellem elém hozta Izrael népének a vándorlásának a képét. Viete, aká veľká vec to bola, keď Pán Boh previedol ten národ cez more. Tudjátok, milyen nagy dolog volt, amikor Isten átvezette a tengeren ezt a népet? Viete si to predstaviť, aká chvála bola v srdciach toho všetkého ľudu, aké veľké veci učinil s nimi Boh. El tudjátok képzelni, hogy milyen nagy hála volt ezeknek az embereknek a szívében azért, amit Isten cselekedett velük. Keby sme mi niečo také zažili, tak my by sme... Aký boli sestrička? Hogyha mi ilyesmit... Až do konca života by sme len halleluja, skákali by sme od radosti. Átélnénk, akkor életünk végéig csak hallelujáznánk és ugrándoznánk. A pozrite, oni prešli to more. És nézzétek meg, ők átkeltek a tengeren. Zažili na vlastnej koži zázrak Boží. Saját bőrükön tapasztalták meg Isten csodáját. Videli mocné rameno Božie. Látták Isten hatalmas karját. A za chvíľu sa dostanú na púšť. És hamarosan a sivatagba kerülnek. A dostanú sa k horkým vodám. És a keserű vizekhez jutnak. Najprv tam, jak prešli cez to more, Mária plesá, tam môžeme čítať to plesanie Márie, sestry Mojžišovej. Először, ahogy átkeltek a tengeren, akkor ott Mária, Miriam az ott ugrándozott és ujjongott örömében. A len čo prestane plesať tam Mária, és mihelyt abba hagyja az ujjongást Mária, tak už vidíme, že somru ľudia. Már látjuk, hogy az emberek morgolódnak. A dostanú sa k horkým vodám. És a keserű vizekhez érnek. Čo to je za Božia cesta? Mi ez Istennek, milyen ez az útja? Nie, Božia cesta nie je to len samé halleluja a samé joy a samé húde, hajde. Isten útja az nem csak csupa halleluja, meg húde, hajde. Čo je to za Božia cesta? Milyen Isten útja? Raz sláve, egyszer dicsőségben, egyszer meg megaláztatásban. Mi ako chceli? Mi hogyan szeretnénk? Stále sláve, stále v radosti, mindig stále... Csak dicsőségben, örömben. Ale Božia cesta nie je toto. De Isten útja nem ez. Pán Boh má pre nás zvláštnu cestu pripravenú. Isten különleges utat készített számunkra. Viete, a to preto, mégpedig azért, aby sa ukázalo, čo je v našich srdciach. Hogy kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nie, pretože by Pán Boh nevedel, čo je v tvojom srdci, brat môj. Nem azért, mint hogyha Isten nem tudná, hogy mi van a te szívedben, testvér. On presne vie. Ő pontosan tudja. Ale ty nevieš. De te nem tudod. Boh teba pozná viac, ako ty sám seba. Isten jobban ismer téged, mint te saját magadat. Pozrite sa, ako Peter hovorí, páne, keby ťa všetci opustili, ja nie. Nézzétek meg, mit mondott Péter. Uram, ha mindenki elhagyna is, én nem. A čo hovoril Pán? És mit mondott az Úr? Prvnež zaspíva kohút, ty ma trikrát zapreš. Mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz. Péter o tom nevedel. És Péter nem tudott erről. Ale Pán o tom vedel. De az Úr tudott. On všetko vie z tvojho života. Ő minden tud a te életedből. Ale problém je to, že ty nevieš. Az a probléma, hogy te nem tudod. Keby si išiel len celý život len z radosti a v takom šťastí a v takom takej eufórii života. Úgyhogy az egész életedben ilyen örömben, boldogságban, eufóriában járnál. Nikdy by si nevedel, kdo si. Soha nem tudnád meg, hogy ki vagy. A mojom živote je to takto. És az én életemben ez így van. Keď ja prejdem obdobím víťazstiev a radosti, hogyha átmegyek a győzelmeknek és az örömöknek az időszakán, tak potom prichádza obdobie skúšok. Akkor jön a próbáknak az ideje. A to nesmiem sa na tom uraziť. És nem szabad, hogy ezen megbotránkozzak. Pán Ježiš hovorí, blahoslavený je ten, kto sa neurazí na mne. Az Úr Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Lebo niektorí ľudia, keď prídu ťažkosti do ich života, tak sú pohoršení, zhoršení. Mert némelyek, amikor nehézségek érik őket, megbotránkoznak.
nevedia zlé prijať od pána, len dobre. Nem tudják az úrtól a rosszat elfogadni, csak a jót. Len dobre sú pripravení vziať zo života, ale zlé nie. Csak arra készek, hogy a jót fogadják el, de a rosszat nem. Ale to zlé viete, prečo prichádza? Tudjátok, miért jön az a rossz? Aby sme si vedeli ceniť to dobré. Hogy értékelni tudjuk azt a jót. Mnohí si dávame otázku, prečo ten Adam a Eva, prečo si nevážili to, čo mali? Však žili v raji. Sokan föltesszük a kérdést, hogy Ádám és Éva miért nem becsülték meg azt, ami ők volt, hiszen a paradicsomban éltek. Čo im chýbalo na tom svete, žiť v raji, čo im ešte treba? Mi hiányzott nekik? Hát a paradicsomban éltek. Mi kellett még nekik? Viete, čo im chýbalo? Tudjátok, mi hiányzott nekik? Budete veľmi prekvapení. Nagyon meglepődtök. Pozna zle. A gonosznak a megismerése. A viete, prečo človek potrebuje poznať zle? És tudjátok, hogy az embernek miért van szüksége a gonosz megismerésére? Aby si vedel vážiť to, čo je dobre. Hogy meg tudja becsülni azt, ami jó. Adam a Eva preto si nevedeli vážiť to, čo mali v raji. Ádám és Éva azért nem tudták megbecsülni, amiük volt a paradicsomban. O, ten krásny rozhovor s Bohom. Az Istennel való gyönyörű beszélgetéseket. O, to krásne prechádzanie sa a sétanie sa po raji s pánom. Azokat azt a gyönyörű sétálát, prechádzálást az Úrral. Oni si to nevedeli vážiť. Nem tudták megbecsülni. Predstav si, Alicka, že ty by si sa prechádzala s pánom Ježišom. Képzeld el, Alicka, hogy te sétálgatnál az Úr Jézussal. Vedela by si niečo krajšie predstaviť. El tudná valami szebbet képzelni. Nič na tomto svete nemôže byť krajšie, ako sa prechádzať so svojím Bohom. Semmi se lehet ezen a földön szebb, mint a Istenünkkel való sétálgatás. A oni si to nevedeli vážiť. És ők ezt nem tudták megbecsülni. A preto muselo prísť zlé. És ezért kellett jönnie a rossznak. Aby začali hľadať znovu dobré. Hogy újra elkezdjék keresni a jót. Viete, keď mnohokrát vidím tých krásnych mladých ľudí, ktorí sa berú. Sokszor, amikor látom azokat a gyönyörű fiatalokat, akik éppen házasodnak. Veľmi som šťastný, veľmi im prajem. Nagyon boldog vagyok, és csak jót kívánok nekik, áldást. Ale uvedomujem si jednu vec, že títo mladí ľudia nielen dobré veci zažijú, ale aj zlé. De tisztában vagyok azzal, hogy az emberek nem csak jó dolgokat fognak megélni, hanem rosszakat is. Ale viete, to preto, lebo ešte nevedia hodnotu toho dobra. De ez azért van, mert még nem ismerik annak a jónak az értékét. Ja, keď som išiel do manželstva s mojou Zuzkou, én amikor belementem a házasságba Zsuzsikával, tak ja som mal tie najúprimnejšie predstavy, tie najúprimnejšie túžby. To najčestnejšie som si myslel, ako si to len človek môže mysleť. Legőszintébb vágyak voltak a szívemben, azt a legjobbat és legőszintébbet, legtisztességesebbet gondoltam, amit csak lehetett. A ja som bol, si myslel, to moje manželstvo bude to najkrajšie a najlepšie na svete. És azt gondoltam, hogy az én házasságom lesz a leggyönyörűbb a világon. A keby Pán Ježiš nebol, mi namontoval brzdy, és hogyha az Úr Jézus nem szerelt volna fékeket a járművemre, tak by som už bol uletel z tohoto sveta. Akkor már elszálltam volna. Pretože jednoducho ja som musel prežiť aj opačné strany veci. Mert át kellett élnem az érem másik oldalát is. Dnes si veľmi vážim svoju manželku, ako som nagyon miloval vtedy, keď som si ju bral. De másképpen, mint amikor összeházasodtunk. Dnes už z presvedčenia a z toho odhodlania a z toho odovzdania ju milujem. Ma már benne van ebben a szeretetben a meggyőződés, a odaszánás. Ale bol čas, keď som ju preto miloval, lebo som z nej pil ako smedný somár z potoka. Mert volt idő, amikor azért szerettem, mert ittam belőle, mint a szomjas szamár a patakból. Rozumiete tomu, čo hovorím? Értitek? Vidíte tú sebeckú lásku? Látjátok azt a önző szeretetet? Už nie preto ju milujem. Már nem azért szeretem. Ale preto, že ona je. Hanem azért, mert ő van. A ty si musíš jednu vec uvedomiť.
És neked tudatosítanod kell egy dolgot. Ale preto miluješ Pána Ježiša. Hogyha csak azért szereted az Úr Jézus. Že ti dal to ono, urobil to ono v tvojom ezt, živote. Azt adott neked, megcselekedett az életedben. To ešte stále je vďaka zo sebeckosti. Az még mindig az önzésen alapuló hála. Ale keď dojdeš k tomu bodu v živote. De hogyha eljutsz az életedben arra a pontra. Keď ho preto budeš milovať, že on je. Hogy azért fogod szeretni, mert ő van. Budeš ten najšťastnejší človek. Akkor a legboldogabb ember leszel. Už tedy ti človek, už ti nikto nemá čo zobrať. Akkor senki nem tud tőle semmit elvenni. Pretože už všetko si dal. Mert már mindent odaadtál. Už nemáš nič. Már nincs semmit. Všetko si dal. Mindent odaadtál. My potrebujeme prežiť aj to zlé. Szükségünk van arra, hogy a rosszat is átéljük. Aby sme si vedeli vážiť to dobré. Hogy meg tudjuk becsülni a jót. A preto nikto, kto nasledujete Pána Ježiša, ktorý prechádzate údoliami plaču, nezúfajte. Ezért, akik a síralom völgyében vagytok, ne essetek kétségbe. Vy, ktorí nasledujete Pána Ježiša. Akik követitek az Urat. Lebo Pán nás vedie tou cestou. Mert az Úr vezet minket azon az úton. Aby sme odhalili sami seba. Hogy leleplezzük saját magunkat. Aby sme uvideli, hogy meglássuk, kto v skutočnosti sme. Hogy valójában kik vagyunk. Boh to vie. Isten tudja. Ale my to nevieme. De mi nem. Ja som si myslel, že som ten najúprimnejší človek. Én azt hittem, hogy az a legőszintébb ember vagyok. Ja to najúprimnejšie myslím. A legőszintébbek a szándékaim. A potom, keď prišli v manželstve rôzne problémy, és aztán, amikor a házasságban problémák jöttek elő, tak som musel uvidieť, že na čom boli položené všetky tieto moje vnemy. Akkor észre kellett, hogy vegyem, hogy mi mindenen alapultak ezek az én benyomásaim. A poviem tam to veľmi otvorene, boli položené na mojom sebectve. Nagyon őszintén megmondom, hogy az én önzésemen alapultak. Ja som vchádzal do vzťahu niečo za niečo. Úgy léptem bele a kapcsolatba, hogy adok kapok alapon. Budem ťa milovať, ale aj ty mňa miluj. Szeretni foglak, de te is szeress engem. Budem ti obetovať svoj čas, aj svoje financie, aj všetko, ale ty, aj ty mne obetuj. Áldozok rád időt, pénzt, meg sok mindent, de te ugyanúgy áldozzál rám. Budem do teba investovať, ale nezabudni, ja to mám zaznamenané, koľko som a ja to aspoň tej miere čakám a dobrý žid aj s nejakými úrokami to čaká späť. Befektetek beléd, de számon tartom, hogy mennyit fektettem be, és mint egy jó zsidó, azért még egy kis kamattal szeretném visszakapni. Mi sme takíto. Mi ilyenek vagyunk. Ale odostať sa. De átadni magunkat. Vidať sa. Odaadni magunkat. Sestri si povede, čo chceš, však ja som sa vydala. Azt mondják a testvérnők, hát ez szójáték, ezt nem lehet lefordítani. Ale vydať sa skutočnosti. De hogy valójában átadjuk magunkat. Chcem vám povedať, manželia, jedno veľké tajemstvo. El kell mondjak nektek, férjek, egy nagy titkot. Nemá sa len žena vydať. Nem csak a mužovi. Nem csak a nőnek van arra szüksége, hogy mert szlovákul az, hogy férjhez megy, az úgy mondják, hogy odaadja magát, vagy kiadja magát a férjének. Viete, čo je veľký problém u mužov? Tudjátok, mi a férfiaknál a nagy probléma? Že nikdy sa nevydajú svojej ženi. Hogy soha nem adják így át magukat az ő feleségüknek. Vždycky s rezervou, viete, tak gulomet pod plášťom. Mindig fenntartásokkal, ott a golyószóró a kabátjuk alatt. Ja ťa milujem, ale tam zvierajú gulomet. Szeretlek, de ott szorongatom azért a golyószóról. To nie je vydanie sa muža. Lebo potom sú boje. És aztán jönnek a harcok. Ja viem, že preto sa vy smejete, že vy nemáte tie boje v manželstvách. Én tudom, hogy ti azért nevettek, mert nektek nincsenek ilyen harcaitok a házasságban. Vy nemáte tie golyószórovi tam, proste tie gulomety pod plášťom. Nektek nincsenek ott azok a gulometok a kabát alatt. A preto sa smejete. És ezért nevettek. Ale musíte sa vydať. De oda kell ugye adjátok magatokat. Mužovia, hovorím vám jedno veľké tajomstvo. Férfiak, nagy titkot mondok nektek. To manželstvo nemôže fungovať, kde sa muž nevydá svoje ženy. Nem működhet a házasság úgy, hogyha a férj nem adja oda magát a feleségének. Tam v tom vzťahu sú utrpenia.
akkor szenvedés van a kapcsolatban. Tam trpí jeden a trpí aj druhý. Az egyik is szenved, meg a másik is. Potrebujeme sa vydať. Oda kell, hogy adjuk magunkat. Odovzdať. Át kell, hogy adjuk magunkat a másiknak. Od všetkého. Kiüresíteni magunkat tak, mindentől. Tak, ako aj Krisztus sa všetkého vzdal. Ahogy a Krisztus is mindenről lemondott. A nič nehľadať pre seba. És semmit ne akarjunk saját magunk számára. Pretože nič si sme neprinesli na tento svet. Semmit nem hoztunk erre a világra. Ani nič si neodnesieme. Semmit el se viszünk. Verte tomu, že do hrobu si nič nezobereme. Higgyétek el, hogy a sírba nem viszünk magunkat semmit. Ja som ešte nikoho nevidel, aby ho pochovali z jeho domom, alebo z jeho majetkom. Én még senkit nem láttam, akit a házával együtt, vagy a vagyonával együtt temettek volna el. Počul som o jednom prípade, že jedného grófa pochovali postojačky. Hallottam egy olyan esetet, hogy egy grófot állva temettek el. Pod jedným dubom. Állóhelyzetben, egy tölgyfa alatt. A keď sa opýtali, prečo chce takto byť pochovaný. És amikor megkérdezték, hogy miért akarta, hogy így temessék el. Hovorí, že od toho duba on vidí na všetky svoje polia, všetky svoje zeme. És azt mondta, hogy onnan a tölgyfa alól ő átlátja az összes földjét. A takó pochovali tam postojačky. És ezért állva temették. A čo si myslíte, čo odtiaľ videl? És mit gondoltok, hogy mit látott onnan? Nič. Semmit. Nič nevidel. Semmit nem látott. Raz zatvorí oči. Egyszer lehunja a szemét. A všetko vypustí zo svojich rúk. És mindent kienged a kezéből. A budú prázdne jeho dlane. És üres lesz a keze. Nech by si čokoľvek získaval v tomto svete. Bármit is szerzett volna meg az életében. To najväčšie bohatstvo nesieš sám v sebe. A legnagyobb gazdagságot magadban hordozol. Vo svojej duši. A lelkedben. V tom, kdo si. Abban, aki vagy. A komu patríš. És akihez tartozol. To je to najväčšie bohatstvo. Az a legnagyobb gazdagságod. Keby si získal celý svet. Hogyha az egész világot megnyernéd is. Keby tie najdrahšie jachty ti patrili. Hogyha tieid lennének a legdrágább jachtok. Keby tie najkrajšie domy a pozemky boli tvoje. Hogyha a legszebb házak és földek a tieid lennének. A vo svojej duši by si bol žobrákom. És hogyha a lelkedben koldus vagy. Na čo ti to je všetko? Akkor mire való az neked? Bohatý človek nosí všetko bohatstvo v sebe. A gazdag ember magában hordozza az összes gazdagságot. Čo je tvoje bohatstvo? Ja sa ťa pýtam. Mi a te gazdagságot, kérdezem tőled. Čo je to? Koľko máš na konte? Ale nemyslím teraz na vkladnej knižke, mennyi ale na tej konte tvojho vnútra, tvojej duše. Mennyi van a számládon, a lelkednek a számláján? V čom si bohatý? Miben vagy gazdag? Čo je tá hodnota, čo robí hodnotným tvoj život? Mi az, ami értékessé teszi az életedet? Prečo sa oplatí ti žiť na tomto svete? Miért érdemes élned ezen a világon? Pozrite sa, Pán Ježiš nemal nič. Nézzétek, az Úr Jézusnak nem volt semmi. A vždy dával. És mindig osztogatott. A už tam mu pribili ruky na kríž. És már a kezét a kereszthez szögezték. Už nevedel ani dať nikomu nič. Már adni se tudott semmit a kezével. So svojou rukou. Kezével. A predsa dával. És mégis adott. Pribité ruky. Odaszegezett kezet. Pribité nohy. Odaszegezett lábakat. A to najvzácnejšie až teraz nám dáva. És azt a legdrágábbat most adja nekünk. Atyám, odpuszdím, lebo nevedia, čo činia. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Halleluja. Je niečo viac ako odpustenie. Van több a megbocsátásnál. Máš väčšie bohatstvo, ako to, že máš odpustené svoje hriechy. Lehet neked nagyobb gazdagságod, mint hogy megvannak bocsátva a bűneid. A že máš smelý prístup k Bohu. És hogy bántor bizalommal járulhatsz Istenhez. A keď toto odpustenie tvoja veľká hodnota. És ez a megbocsátás a te nagy értéked. Tak bohatým tých druhých. Učiň bohatých aj tých akkor druhých. A többieket is gazdagítsd ezzel. Odpúšťaj svojim vinníkom. Bocsáss meg azoknak, akik vétkeztek ellened. Ne hromadj v sebe horkosť. Ne halmozd föl magadban a keserűséget. Lebo to je chudoba. Mert a szegénység. To ako keby si pustil zlodeja do svojej pokladnici. Az olyan, mint hogyha a tolvajt beengednéd a vagyonodhoz. Nesmieš púšťať horkosť, nech by ti kdokoľvek čokoľvek povedal. Nem szabad beengedned a keserűséget, bármit mondana is neked bárki. Lebo tá horkosť tá príde do tej pokladnici a tie poklady ti zobere. Mert az a kincses, az a keserűség behatol a kincses táradba, és elrabolja tőled a kincseidet. Ale ty
adján. Vtedy sa množí tvoj poklad, keď to rozdávaš. Akkor gyarapodik a kincset, hogyha szétosztod. Vtedy si bohatý, keď dáváš. Akkor vagy gazdag, hogyha adsz. Vtedy sa to všetko množí, keď dáváš. Akkor gyarapodik az egész. Poď k nemu. Jöjj hozzá. Ale Pán Boh najprv dá. De az Úr Jézus először ad. Povedz, Isten először čo mi dal? Megkérdezheted, mit adott nekem? Dál ti život. Adott neked életet. Dál ti ruky, nohy. Kezeket, lábakat. Dál ti zdravie. Egészséget. Mohol si vstať. Föl tudtál kelni. A mohol si chodiť po tomto svete. És járhattál ezen a világon. A ty musíš byť za to vďačný. És hálásnak kell lenned ezért. A potom Pán Boh nás uvádza do skúšok. És aztán az Úr próbákba enged be minket. A tie skúšky sú preto, és ezek azért vannak, aby sme, to je podobné ako na vysokej škole, keď sú prednášky. Ez ahhoz hasonló, mint amikor az egyetemen előadások vannak. A niektorí študenti neradi chodia na tie prednášky. És némely hallgató nem szívesen látogatja ezeket. Ale potom, keď sú prednášky, potom príde obdobie skúšok. De a szorgalmi időszak után jön a vizsgai időszak. A tým, že človek urobí skúšky, és azzal, hogy az ember leteszi a vizsgát, tak sa dostane človek ďalej. Tovább haladhat. Ak študent neurobí skúšky v tom ročníku, hogyha a hallgató nem teszi le a vizsgáját abban az évben, tak nepodstúpi ďalej. Akkor nem léphet tovább. Môže opakovať ročník. Akkor ismételheti az évfolyamot. Až kým neurobí skúšky. Egész, neviem, koľko je tých možností. Egészen addig, amíg meg nem lesz a vizsgája, nem tudom, hány lehetőség van. Koľkokrát sa opakovali skúšky v tvojom živote? Hányszor ismétlődtek a próbák az életedben? Viete, na čo som prišiel? A szlovákban a próba meg a vizsga az ugyanaz a szó. Viete, na čo som prišiel v mojom živote? Tudjátok, mire jöttem rá az életemben? Že v tých veciach, ktorých zlyhávam, hogy azokban a dolgokban, amikben kudarcot vallok, často opakuj. Azok gyakran ismétlődnek. A tie, ktoré halleluja, víťazím, és az ilyen hallelujás dolgokban, amikben győztes vagyok, na čas, ako bubny na not, teda noty na bubon, akkor az nem olyan gyakran sa opakujú tie situácie. Ismétlődik az ilyen helyzetek. Ale tam to, čo je ťažké, to čo az a buktató, to na čom sa podkýňam, tehát az a buktató, tak to sa opakuje. Az ismétlődik. Ale to nie je preto niektoré, no naschval, no Pán Boh mi to už robí napriek. Nem azért van, mert Isten az szivatna minket. Ale preto, aby sme mi urobili tú skúšku. Hanem azért, hogy le tudjuk tenni azt a vizsgát. Aby sme sa dostali ďalej. Hogy tovább léphessünk. Niektorí kresťania sú už 25 rokov v prvom ročníku. Vannak keresztények, akik 25 éve még mindig elsősök. Sú niektorí kresťania, ktorí sa chvália, už 40 rokov som kresťanom. Van, aki dicsekszik azzal, hogy már 40 éve keresztény vagyok. Viete si predstaviť už, aké skutky by tu boli, keby Pán Ježiš 40 rokov bol medzi ľuďmi? Hát tudjátok képzelni, hogy milyen cselekedetek lettek volna itt, hogyha az Úr Jézus 40 évig az emberek közt lett volna. A mi už 40 rokov nasledujeme Pána Ježiša. És mi már 40 éve követjük az Úr Jézust. A stále otvárame srdce pre horkosť. És állandóan megnyitjuk a szívünket a keserűségnek. Ja hovorím o sebe, nie o tebe, brat. Most magamról beszélek, nem rólad, testvér. A pustím zlodeja horkosti a vynosím mi všetko z tej pokladni von. És beengedem a tolvajt, és a keserűségnek a tolvaját, és mindent, és kifoszt engem a kincses táramból, kivisz mindent. To som ja, hambím. Ez vagyok én is. Szégyenkezem emiatt előttetek, testvér. Ale nenájdeme sa aj mi v tomto zrkadle. De nem látjuk magunkat is ebben a tükörben. Ktorý z vás už viac ako rok nemal horkosť v srdci? Zodvihnite ruku. Ki az, akinek közületek több mint egy éve nem volt keserűség a szívében? Hát hát to dievčatko si malé drží. Tak vidím, že je to veľmi, veľmi dobrá téma. Látom, hogy ez nagyon jó téma. Prešli to Červené more. Átkeltek a Vörös tengeren. Mária plesá. Mária újjong. Plesajú všetci. Mindnyájan újjonganak. A za chvíľu prídu do problémov. És egyszer csak jönnek a problémák. A horkosť. És kereserűség. Horké vody. Keserű vizek. A to je Božia cesta. De ez Istennek az útja.
A začali šomrať. És elkezdtek zúgolódni. Začali vyčítať Mojžišovi. Elkezdtek szemrehányásokat tenni Mózesnek. Mi nie Mojžišovi vyčítame. Mi nem Mózesnek teszünk szemrehányásokat. Žena vyčíta mužovi. A feleség a férjének. Muž vyčíta svojej žene. A férj a feleségének. Deti vyčítajú rodičom. Gyerekek a szüleiknek. Rodičia vyčítajú deťom. Szülők a gyerekeiknek. Presne sme tam. Pontosan ugyanott vagyunk. A z tohoto máme činiť pokáň. És ebből meg kell térnünk. A keď Boží služobník videl, és amikor Isten szolgája látta, že zhorknuté nútro tohoto ľudu, hogy a népnek a benseje az megkeseredett, on prišiel k pánovi. Az Úr elé járult, a povedal mu to všetko. És mindent elmondott neki. Boží služobníci, Isten szolgái, keď máte problém, hogyha problémáitok vannak, ne utekajte za ľuďmi. Ne emberekhez fussatok, poďte k Bohu. Istenhez gyertek. Nek prvý vie pán o tvojom probléme. Az Úr legyen az első, aki tudomást szerez a problémádról. Myslíte si, že Mojžiš nemal tú istú vodu, čo mali oni. Ne gondoljátok, hogy Mózesnek nem ugyanaz volt a vize, mint a többieknek. Nemyslíte si, že Mojžiš mal nejakú butylku alebo demižon a on si ešte tam z Egypta držal nejakú dobrú minerálku, budišskú. Ne gondoljátok azt, hogy Mózesnek volt valami demizsonja, vagy valami... Alebo Szent Királyi, Magyarsku. még valamilyen Szent Királyi ásványvize még Egyiptomból. On takisto pil tú horkú vodu. Ő ugyanazt a keserű vizet itta. Vy si myslíte, že Boží služobníci nemajú horkú vodu, keď vy máte horkosť? Ti azt gondoljátok, hogy Isten szolgáinak nem keserű a vize, amikor a tietek az? Ale je dobre prísť k pánovi. De jó az Úrhoz járulni. Poď k nemu aj ty. Gyere hozzá te is. Prečo tvoja suseda má skorý vedomosť, že aký máš ty problém a ešte v nebi o tom nevedia, ale tvoja susedka už o tom vie. Hogy lehet az, hogy a szomszéd asszonyod már tud a problémáról, és még a mennyben nem tudnak róla? Lebo si sa nenaučila so svojím problémom ísť k Bohu. Mert nem tanultad meg, hogy a problémádhoz Isten elé járni. Každý človek má horké vody. Minden embernek vannak keserű vizei. Každý človek sa dostane k tomu, že jednoducho zhorkne jeho život. Minden ember kerül olyan helyzetbe, hogy keserűvé válik az élete. Brat Gustav, na ktorý deň prišiel ku nám. Gustav testvér valamelyik nap eljött hozzánk. A práve ma v takýchto vodách našiel. És pont ilyen vizekbe talált. Ale zvonil telefon. De csörgött a telefon. A tam jeden Boží služobník. És ott Istennek egy szolgája. Ma povzbudzoval. Buzdított. A môj brat pokračoval potom v tom povzbudení. És az én testvérem aztán folytatta a buzdítást. Aj moje vody zhorknú. Az én vizeim is megkeseredtek. Ale som si uvedomil jednu vec. De egy dolgot tudatosítottam. Že ja nemôžem so svojím problémom prísť k Štefanovi. Hogy én nem mehetek a problémámmal Istvánhoz. Ja nemôžem ísť so svojimi horkými vodami k môjmu susedovi. Nem mehetek a keserű vizeimmel a szomszédomhoz. Ale ja musím ísť so svojimi problémami k Pánu Ježišovi Krisztovi. Az Úr Jézus Krisztushoz kell mennem a problémáimmal. A nepopudzujme Pána. És ne ingereljük az Urat. Zažil si dobré veci, Lojzko? Zažil si od pána dobré veci? Éltél meg az Úrral jó dolgokat, Lojzi? Igen. A keď prídu horké vody... És hogyha jönnek a keserű vizek... Zabudneš na... Povieš, ó, to nič, tieto horké glgy, to preglgne má. Azt mondod, hogy ó, hát semmi, ezek a keserű vizek, ezt lenyelem. A Boh má dobré úmysly. De Istennek jók a szándékai. Vieš, ako krásne budeš zomierať. Tudod, milyen szépen fogsz meghalni. Budeš nebo vidieť otvorené. Látni fogod a megnyílt mennyet. A budeš vidieť pána. Látni fogod az Urat. Lebo pán to má pripravené. Mert az Úr ezt elkészítette neked. Tak preglni tú horkú vodu. Úgyhogy nyeld le azt a keserű vizet. A jednoducho povedz, páne. És egyszerűen mondjad, Uram, ty si toho dobrého baránka pripravil aj s horkými bylinami. Te azt a jó bárányt keserű füvekkel készítetted el. A ja, keď si dal to dobre, tak ja aj to horké zoberem. És hogyha adtad a jót, akkor én elfogadom azt a keserűt is. A Jobb hovorí, či len dobre budeme brať z rúk pánovi. A Jobb is azt mondja, hogy vajon csak a jót fogadjuk el Istennek a kezéből. A ako vďačne prijímame dobré veci. Milyen hálásan fogadjuk a jó dolgokat. Ako ťažko prijímame.
tie horké zlé veci. És milyen nehezen fogadjuk el azokat a keserű, nehéz, ale rossz dolgokat. Ale Pán Boh dáva tie horké veci, dáva túto horkú vodu do nášho života. De Isten ezt a keserű vizet adja az életünkbe. Aby sme boli vďační za tú dobrú vodu. Azért, hogy hálásak legyünk a jó vízért. Za tú dobrú vodu zo skaly. A sziklából fakadó jó vízért. A tá voda zo skaly, to je Kristus. És a sziklákból fakadó víz, az Kristus. To je jeho občerstvenie. Az az ő frissítése. Viete, čo je to, keď vytrisnie zo skaly tá čerstvá voda? Tudjátok, mi az, amikor feltör abból a sziklából a víz? To je to, keď hovorí, milujem ťa. Az az, amikor azt mondja, hogy szeretlek. Milujem ťa večnou láskou. Szeretlek örökkévaló szeretettel. A nikdy sa ťa nevzdám. És soha nem mondok le rólad. Platil som za teba drahú cenu. Drága árat fizettem érte. Nie zlato, ani striebro. Nem ezüstön, nem aranyon. Ani drahé kamene. Nem is drága kövön. Ale svoj život som dal za teba. Hanem az életemet adtam érte. Milujem ťa. Szeretlek. Cítite, ako z tej skaly tečie tá voda. Érzitek, ahogy ebből a sziklából árat az a víz. Halleluja. Halleluja. Keby neboli tie horké byliny, hogyha nem volnának azok a keserű füvek, s tým dobrým masným baránkom, azzal a jó zsíros bárányjal, tak vám musím povedať, že by sa nafúkali boli izraeliti. Akkor azt mondom, hogy felfúvódtak volna keby az izraeliták. Keby v mojom živote Pán Boh dal len samé úspechy a samé halleluja, ha az én életemben az Úr csupa sikert és halleluját adott volna, tak by som mal už tak vysoko nos, že by ste museli spraviť drážku tuto do plafonu, aby som si ho neskrývil, lebo tak vysoko by mi stál ten nos. Akkor már olyan magasan állna az orrom, hogy egy ilyen ilyen vájatot kéne ide építenetek a plafonba, hogy el tudjak menni, és ne görbüljön el az orrom. Ale preto to nemusíte robiť, lebo prišli horké vody do mojho života. De azért nem kell ezt megtennetek, mert keserű vizek jöttek az életembe. A cením si jeho milosť. És megbecsülöm az ő kegyelmét. Radujem sa jeho milosti. Örvendezek az ő kegyelmének. Tak, ako sa radujú strážcovia rána. Úgy, ahogy az őrök örülnek a hajnalnak. Ako tí, ktorí čakajú, kedy už vyjde tá rannica, tá hviezda. Mint azok, akik már örülnek, hogy mikor kell föl a hajnal csillag. Tak ja čakám na pána. Úgy várok én az Úrra. Lebo on sa zmilováva nado mnou. Mert ő kegyelmes volt hozzám. A jeho milosť mi je lepšia, ako môj život. És jobb nekem az ő kegyelme, mint az életem. Halleluja. Halleluja. A toto sú skúšky, to nie je jedna len skúška. To cyklicky sa opakuje. És ezek próbák, ciklikusan ismétlődő próbák, nem egy próba. A viete koľkokrát? Tudjátok hányszor? Viete koľko tých skúšok zažili Izraeliti? Tudjátok, hogy mennyi próbát éltek át az izraeliták? 10. 10. A ja sa vás pýtam, koľko príkladov Božej moci a koľko tých prednášok bolo Božích, prvnež vyšli z Egypta. És megkérdezem tőletek, hogy hány Isten erejének a bemutatása történt, hány előadás történt Isten részéről, mielőtt kijöttek Egyiptomból. Jarek, pomôž mi. Jarek, segíts. Na 10. 10. Viete, čo znamená 10? Tudjátok, mit jelent a 10-es szám? To je plnosť. Az a teljesség. Boh ti plnosti zjavil svoju lásku a svoj záujem o teba. Isten kijelentette az ő szeretetét és az irántad való érdeklődését a maga teljességében. 10 krát, 10 rán videli na Egypte. 10 csapást láttak Egyiptomon. A potom? Viete, koľko skúšok za tým prišlo? Tudjátok, hány próba következett? Za 10 prednáškami prišlo 10 skúšok. A 10 előadás után 10 próba, vagyis vizsga következett. Ja vám to prečítam, to je tu napísané. Ezt felolvasom nektek. Je to 4. Mojžišova. Mózes 4. könyve. Je to 14. kapitola. 14. fejezet. Od 21. 22. a 23. verš. 21. till 23. versig. Ale akože ja žijem, a akože isté je, že celá zem bude naplnená slávou Hospodinovou, tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti a pokúšali ma toto už 10 ráz a neposlúchli môjho hlasu, prisahám, že neuvidia zeme, ktorú som
prísahou prislúbil ich otcom, ani niektorý z tých, ktorí ma popudzovali a pohrdajú z mnou, neuvidia jej. De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet, hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és e pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szavamnak, nem látják meg azt a földet, amely felül megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja meg azt azok közül, akik gyaláztak engem. Predstavte si, že oni aj ten desiatikrát začali somrať. Képzeljétek el, hogy ők még 10-szerre is elkezdtek zúgolódni. O jednom viem, že somraví ľudia nebudú v nebi. Egyet tudok, hogy az zúgolódó emberek nem lesznek a mennyben. Lebo somranie a to, táto zbúra, to je duch diablo. Mert az zúgolódás és a lázadás az az ördögnek a szelleme. Nebúrte sa, bratia. Ne lázadozzatok, testvéreim. Čokoľvek sa vám bude diať. Történjen veletek bármi. Ricsi, ne zúgolódj. Ricsi, ne búrsa. Všetko príjmi. Mindent fogadj el. Čokoľvek sa deje. Bármi történik is. Lebo si skúšaný. Mert próba alatt vagy. Lebo všetci sme skúšaní. Mert mindnyájan próba alatt vagyunk. Ja neviem, koľkýkrát už teba skúsil, Jarko. Én nem tudom, Jarko, hányodszor próbált már meg téged az Ale Úr. Ale jedno viem. De egyet tudok. Že 10-krát ukázal už v tvojom živote svoju moc. Hogy 10-szer már megmutatta az életedben a hatalmat. A dávaj pozor. És vigyázz. Aby si už nikdy nešomral a nebúril sa. Hogy már soha ne zúgolódjál és ne lázadozzál. Lebo nevieš, že či to už nebude 10-krát. Mert nem tudod, hogy ez nem lesz már a 10. alkalom. To znamená, či sa nenaplní pohár Boží. Vagyis, hogy már nem terik ebbe Istennek a pohár. Všetko odovzdajme Pánu. Mindent adjunk át az Úrnak. Či sa nám darí, či sa nám nedarí. Akár jól mennek a dolgaink, či akár rosszul. Či nám dávajú, alebo nám berú. Akár adnak nekünk, akár elvesznek tőlünk. Či nás chvália, alebo nás bijú. Akár dicsérnek minket, akár vernek či minket. Či hovoria dobre o nás, alebo falošne a zle hovoria o nás. Akár jót mondanak rólunk, akár hamisat és stále rosszat. Stále zdávajme chválu Bohu. Állandóan Istennek adjunk hálát. Lebo on dokázal mocne svoje ramena. Mert ő, az ő megmutatta az ő erős karját. Bráňko, tak to urobíme? Így fogjuk tenni. Chcem počuť. Igen. Aj hore to chcú počuť. Fönt is akarják hallani. Tak to igen. A nikdy sa nebúrte. Soha ne lázadozzatok. Nebúrte sa, lebo duch zbúri, to je duch diablo. Mert a lázadás szelleme az az ördög szelleme. A to Boh nenávidí. És Isten gyűlöli. Ja viem, že sú ťažké veci. Én tudom, hogy vannak nehéz dolgok. A ja niekedy pláčem tam, kde ma nikto nevidí. Én is néha sírok, ottól senki sem lát. Ale Pán vždycky má potešenie. De az Úrnál mindig van vigasztalás. Aj pre teba má Pán pripravené potešenie. Számodra is van vigasztalás. A potom, keď im uzdravil tie vody. És amikor meggyógyította nekik a vizeket. Lebo Mojzsis prišiel k Pánovi, hovorí, horké sú vody, Pane. Mert Mózes odajárult Istenhez, és mondta, hogy keserűek a vizek, Uram. A hovorí, ukázal mu na jedno drevo. És akkor mutatott neki egy fát. A hovorí, vezd mi to drevo. És azt mondta, fogd azt a fát. A vnor to do tých vod. És tedd bele a vízbe. A ja viem o jednom dreve. Én is tudok egy fáról. A to je drevo kríža. És az a keresztnek a fája. Na ktorom zomíral Boží syn. Amin Isten fia haldoklott. Nech sú uzdravené tie tvoje vody. Legyenek a vizeid meggyógyítva. Tak ako on na kríži povedal, Oče, odpuzdím, lebo nevedia, čo činia. Úgy, ahogy ő a kereszten azt mondta, Uram, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. A ja odpúšťam, Pane. Én is megbocsátok, Uram. O, to drevo kríža. Ó, a keresztnek a fája. To nám svedčí o tom. Ez bizonságot tesz nekünk. Čo Pán Ježiš urobil? Arról, amit az Úr Jézus tett. Aby naše vody neboli horké, ale sladké. Hogy a vizeink ne legyenek keserűek, hanem édesek. Aj tvoj život môže byť sladký. A te életed is édes lehet. Keď odpustíš. Hogyha megbocsátasz. Niektorí ľudia sa hnevajú aj na Boha. Némely ember még Istenre is haragszik. Odpustí. Bocsáss meg. Boh vie, čo robí. Isten tudja, mit tesz. A povedz, Bože, és mondjad, Istenem, keď si to dopustil v mojom živote, hogyha ezt megengedted az életemben, nerozumiem tomu.
Nem értem. Bolí ma to. Fáj nekem. Je to ťažké. Ez nehéz nekem. De nem haragszom. Milujem ťa. Szeretlek. Ty vieš, čo si so mnou urobil. Te tudod, hogy ezt, hogy mit tettél velem. Elfogadom. Vnorí sa do mňa to drevo. Ez a fa, ez belém. A tie horkosti sa uzdravia vo mne. És bennem ezek a keserűségek meggyógyulnak. Aj v mojom živote osobne sa to takto stalo. Az én személyes életemben is ez így történt. Roky prechádzali a nevedel som niektorým ľuďom odpustiť. Évek múltak és bizonyos embereknek nem tudtam megbocsátani. A potom ma Pán Ježiš zaviedol. És aztán az Úr Jézus ukázal mi, čo sa stalo tam na kríži. És megmutatta, hogy mi történt ott a kereszten. A videl som ho, ako hovorí, Otče, odpusť im. És láttam, ahogy mondja, hogy Atyám, bocsásd meg nekik. Ty vidíš, že oni sú slepí. Te látod, hogy ők vakok. Ty vidíš, že oni si pília konár pod sebou. Te látod, hogy ők maguk alatt vágják ty a fát. Ty vidíš, že si oni kopú svoj vlastný hrob. Te látják, hogy ők, te látod, hogy ők a saját sírjukat társák. Oče. Bocsásd meg lebo nekik, nevedia, Atyám. Lebo nevedia, čo robia. Mert nem tudják, mit tesznek. A naraz vykrikla moja duša, som povedal, Páne, és egyszer csak fölkiáltott a lelkem. Uram, én is így akarom. És már is ott volt a szívemben. A moje vody boli uzdravené. És a vizeim meggyógyultak. Lebo ma uzdravil ten príbeh z Golgaty. Mert a golgotai történet meggyógyított engem. Halleluja. Halleluja. Aj tvoje vody môže uzdraviť ten príbeh z Golgaty. A te vizeidet is meggyógyíthatja a golgotai történet. Ale potrebuješ horké bilin do svojho života. Nem szükséged van keserű füvekre az életedbe. Aby si bol pokorný. Hogy alázatos légy. Musím vám povedať. El kell mondjam nektek. Veľa požehnania Pán Boh dáva do mojho života. Sok áldást ad Isten az életemben. Ale Pán Boh sa nádherne stará o to, aby som mal horké biliny. De Isten nagyszerűen gondoskodik arról, hogy keserű füveim a is ja legyenek. A ja som za to veľmi vďačný. És én ezért nagyon hálás vagyok. Lebo viem dobrú duchovne grgnúť. Mert tudok jól egyet szellemileg böffenteni. A nenafukujem sa. Én is akkor nem fúvódok föl. Rozumiete, ten človek, ktorý nemá ťažkosti v živote, ten sa nadúva, nafukuje. Az az ember, akinek nincsenek nehézségei az életében, az csak felfúvódik, felfúvalkodik. Ale tie ťažkosti v živote ti pomáhajú, aby si vedel dobre grgnúť. De azok a nehézségek hozzásegítenek ahhoz, hogy tudjál egy nagyot böffenteni. Aby si bol silný a zdravý. Erős legyél is egészséges. Ďakuj Pánu. Adj hálát az Úrnak. Aj za ťažkosti. A nehézségekért is. Je tu niekto, kto chce vyjadriť to, že áno, on chce byť vďačný aj za ťažké veci vo svojom živote. Van itt valaki, aki ki szeretné fejezni a kézfelemeléssel, hogy a nehéz dolgokért is hálás akar lenni. Halleluja. Legyetek áldottak. To je Božia cesta. Ez Istennek az útja. Či len dobré budeme brať z Božích rúk. Csak a jót fogadjuk el Isten kezéből. A veriacemu všetky, teda milujúcim Boha všetky veci napomáhajú k dobrému. És akik az Urat szeretik, azoknak minden dolog a javukra válik. Ešte aj to, čo sa nám zdá, že je to zlé, míg keď miluješ Boha, is. Aj to Boh na dobré obráti. Ha Isten szereted, még azt is jóra fordítja Isten az életedben. Veľmi som za to vďačný. Nagyon hálás vagyok ezért. Ale máme tu ešte jedného veľmi vzácného brata. De van még itt egy nagyon értékes testvér. A tu je brat Michal. És ez Michal, Mihály testvér. A on tiež pojedol také horké bylinky v živote. És ő is mindenféle keserű füveket is evett. Poď, grgni pred nami, brat. Gyere, büffencs előttünk. A povedz, že stojí to za to, aj tie horké veci prijať. És mondd el, hogy érdemes ezeket a keserű dolgokat lebo is elfogadni. Lebo ty si nám takým svedectvom, mert olyan bizonyság vagy számunkra, že s tebou bol Boh celý život. Isten egész életedben veled volt. Nikdy ťa neopustil. Soha nem hagyott el. A my to vidíme. És mi ezt látjuk. Si pre nás svedectvo. Bizonyság vagy poď számunkra. Poď a pozdúd gyere, nás niekoľkými szóval. Húzdíts minket néhány szóval. Most, nem holnap. Ako sa dohodneme? Po slovensky či po maďaru? Po slovensky. Maďar. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Každého z láskou vítam. Pozdravujem vás všetkých. Üdvözöllek benneteket. A pozdrav posílám aj do Austrálii. És Ausztráliába is üdvözletemet küldöm. Mám na drahých
moji milí, který jsem poznal mladosti. No ale odpustě mi, bratě a sestry, já jsem tu, én itt vagyok, mám aj uši, fülem is van, ale málo rozumím z toho, co bylo povedané. De keveset értek abból, ami elhangzott. Na čo si mám poprosil? Mire is kértél meg? Aby si povedal, aké boli dobré tie horké byliny v tvojom živote, aby ťa udržali v pokore. Azért, hogy elmond, hogy mire voltak jók azok a keserű füvek az életedbe, hogy ezek alázatba tartsanak téged. Slovenské. No, ak sa zostariete, že budete mať 87 rokov, vždy ho počne chcem hovoriť, neviem prečo o 78 chcem hovoriť, keď už 87. Már 87 éves vagyok, de mindig fordítva akarom mondani, hogy 78 éves, hogyha ti megéritek ezt a kort. Ďaká Pánu Ježišovi Krisztovi. Hála az Úr Jézus Krisztusnak. Boli veľa horkosti. Volt sok keserűség. Nielen vody, ale potoky. Nem csak vizek, hanem patakok. Mňa vždycky každá skúška bližšie doviedla k Pánovi. Engem minden próba közelebb hozott az Úrhoz. A čím väčšie boli skúšky, és minél nagyobbak voltak a próbák, tým som sa viac vedel pokoriť pred Pánom, lebo som potreboval jeho milosť. Annál jobban képes voltam megalázkodni az Úr előtt, mert annál inkább szükségem volt a kegyelmére. Lebo to je jeho zasľúbenie. Mert az az ő ígérete. Pán Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Isten a kevélyeknek ellenáll, de a alázatosaknak kegyelmet ad. A toto som prežíval, ďaká Pánu Bohu. És ezt átéltem, hála az Úrnak. A veril som tomu zasľúbeniu. És hittem ennek az ígéretnek. És a mai napig hiszek. Keď ideš cez vodu, amikor vízen mész át, nezatopja ťa. Nem nyelnek el a vizek. Ideš cez oheň, tűzön mész át, nepopáli ťa. Nem éget meg. Prečo? Miért? Lebo ja som s tebou. Mert én veled vagyok. Kto je väčší? Ki nagyobb? Ako ten, ktorý to zasľúbil. Mint kto az, je aki väčší? Ezt megígérte. Ki nagyobb? Brat môj, čo prežívaš? Testvérem, mit élsz át? Čakám Pána, kedy ma už odvolá. Az Úrra várok, ale terpezlivé o práci. De türelmesen a munká, és munkában. Lebo Pán Ježiš zasľúbil. Mert az Úr Jézus megígérte. Blahoslavený sluha, ktorého keď príde, práci nájde. Boldog az a szolga, akit az Úr, amikor visszajön, munkába talál. A mne dáva silu duchovnú, telesnú i triezvo duchovnú, telesnú. És nekem erőt ad szellemit és fizikait, és józanságot is szellemit és fizikait. Aby som naplnil to, prečo ma tu drží ešte na tejto zemi. Hogy betöltsem azt, amiért még itt tart engem ezen a földön. Dobre, že máme kolena. Milyen jó, hogy van térdünk. A ja ešte ďaká Pánu Ježišovi, každý deň si skloním na svoje kolena pred ním. És én még hála az Úrnak minden nap térdet hajtok előtte. Ale nielen kolena. És nem csak térdet. Nielen ruky podvihujem. És nem csak a kezemet emelem föl. Ale srdce podvihujem k nemu. Hanem a szívemet emelem föl hozzá. Lebo bez neho neviem nič konať. Mert nélküle nem tehetek on semmit. On povedal, ja som to skúsil. Ő mondta, de én megpróbáltam. A preto vás chcem pozbudiť, moji drahí, mladí, starí, starší. Buzdítani szeretnélek benneteket, idősek és fiatalok. Pán Ježiš je verný svojim sľubom. Az Úr Jézus az hű az ígéreteihez. A Pán Boh zasľúbil, že aj v starobe budú. Viete tento žalm, poznáte, možná že veľmi starý poznáte. És Isten megígérte, hogy időskorban is ismeritek ezt a... Budúť vesztúvať veľké Božie veci. Zsoltárt, hogy Isten nagy dolgait fogják hirdetni. Ja som udjasný, že to môžem konať. És én hálás vagyok, hogy ezt tehetem.
A idem tam, kde mnohí nemajú čas. Ja mám veľa času. Elmegyek oda, ahova sokaknak nincs idejük elmenni. Nekem van időm. Človek, ktorý nevládza ani na dvor, víc von. Vannak, akik már nem bírnak az udvarra se kimenni. Máme tam sromaždenie. Traja, štérja, pietória, az ígyeme. És akkor van ott ilyen alkalom, négyen, öten összejövünk. A spolu chválme pána is az ato. És együtt dicsérjük az Úr Jézust azért, že on vypil horký kalich. Hogy ő itta ki a keserű kejhet. A volal, oče, ak je možné, odstráňu do mňa ten kalich. És azt mondta ugyan, hogy atyám, ha lehetséges, akkor vedd el tőlem ezt a pohárt. Ale ho vypil. De aztán mégis kiitta. Zomrel za moje hriechy. Meghalt az én bűneimért. Za tvoje hriechy. A te bűneidért. Aby som ja skrze jeho smrť život mal. Hogy nekem életem legyen az ő halála által. A nie 100 rokov, ale večný život. És nem 100 év, hanem örök élet. On vypil horký kalich. Ő itta ki a keserű kejhet. A preto buďme mu vďační a verní. Legyünk neki hálások és hűek hozzá. Lebo jeho zasľúbenie je to, kto zotrvá až do konca, bude spasený. Mert az ő ígérete az, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. A ja to prajme aj vám, aj sebe. Nech vás pán všetkých požehná. Amen. Ezt kívánom nektek is, magamnak is, legyetek mindannyian áldottak. Amen. Szót fogadtam. Nagyon szépen köszönjük. Drahí bratia a sestry. Drága testvérek. Budeme sa teraz modliť. Imádkozni fogunk most. Pán Boh nám odhalil tajomstvo. Isten feltárt előttünk egy titkot. Aby sme boli vďační za všetky skúšky nášho života. Hogy hálásak legyünk életünk minden próbájáért. Aj keď by si tak cítil, že z teba ťahajú kožu. Még hogyha úgy éreznék is, hogy úgy éreznéd is, hogy nyúzzák a bőrödet. Aj tedy buď vďačný. Akkor is legyél hálás. Nastav svoje srdce. Úgy állítsd be a szívedet. A povedz, Pane. És mondd azt, Uram. Za týmto všetkým, za týmito ťažkosťami, skúškami už máš pripravené zase svoju slávu. Mindezek mögött a próbák és nehézségek mögött már elkészítetted számomra a te dicsőségedet. A ja sa na tú tvoju slávu teším. És én már előre örülök ennek a te dicsőségednek. Skloňme svoje hlavy. Hajtsuk le a fejünket. Drahý nebeský Otče. Drága mennyei Atyánk. Ďakujeme ti, že si nás tu zhromaždil z ďaleka i z blízka. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél ide minket közelről, távolról. Mladých i starších. Fiatalokat, idősebbeket. Ďakujeme za to, Páne, že títo naši drahí starší bratia nám môžu vydávať svedectvo. Köszönjük, hogy ezek a drága idősebb testvéreink bizonyság lehetnek számunkra. Akú veľkú dlhú cestu majú za sebou. Hogy milyen nagy, hosszú utat tettek már meg. A ďakujeme za to, že môžeme vidieť tvoju vernosť na nich. És köszönjük, hogy láthatjuk rajtuk a te hűségedet. Pokorne prosíme, aby si ich zachoval až do poslednej chvíli. Alázatosan könyörgünk, hogy őrizd meg őket az utolsó pillanatig. Aby boli verní. Hogy hűek legyenek. Aby nikdy z tej cesty nezišli dole. Hogy soha ne térjenek le arról az útról. Ó, ďakujem ti, Duchu Svätý. Ó, köszönöm neked, Szent Szellem. Že teraz si tu na tomto mieste. Hogy most itt vagy ezen a helyen. Aby si upevňoval našu vieru. Hogy megszilárdítsd a hitünket. Aby sme uverili to. Hogy elhiggyük. Že všetky veci, ktoré sa nás dotýkajú v našom živote, ty o nich vieš. Hogy minden dologról tudsz, ami van az életünkben. A nič sa nevymklo spod tvojho vedomia. És a semmi se ment ki a te tudatod alól. A so všetkým, čo prežívame, nás vychovávaš. És mindennel, amit átélünk, nevelsz minket. A ďakujeme ti aj za tie horké byliny. És köszönjük azokat a keserű füveket is. Ďakujeme aj za tie horké vody. Köszönjük a keserű vizeket is. Ktoré uzdravuješ skrze dielo na Golgate. Amelyeket, hogy Golgotai művön keresztül gyógyítasz. Ďakujem, že aj pre nás máš pripravený ten élim.
Köszönöm, hogy számunkra is elkészítetted élimet. A vždy po tých skúškach dáš tie chvíle, keď si môžeme odpočinúť. És a próbák után megadod a pihenésnek az idejét is. Dáš tých 70 paliem a 12 pramenných studní. Megadod a 70 pálmát és a 12 forrást, útforrást. A potom zase ideme ďalej. És aztán újra tovább megyünk. Pretože nemáme tu miesta zostávajúceho. Mert nincs itt maradandó helyünk. Lebo tie nádherné veci tam, ktoré sú v nebi, my tie hľadáme. Mert mi azokat a dolgokat keresjük, azokat a gyönyörű dolgokat. My nemôžeme sa prilepiť v Élim. Mi nem ragadhatunk le Élimben. A neustále si užívať len tvoje paliem. És nem élvezhetjük csak az pálmáknak az illatát. Ale musíme ísť do terénu. Hanem terepre kell mennünk. To ťažké od terénu, kde páli slnko. Nehéz terepre, ahol tűz a nap. Kde nás spaľuje. Ahol megéget minket. Kde vypáli z nás to, čo je v nás. Ahol kiégeti belőlünk, ami bennünk van. Ó, Pane, daj nám verné srdce. Úram, adj nekünk hűséges szívet. My nevieme, čo nás čaká v budúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch i rokoch. Mi nem tudjuk, hogy mi vár ránk a következő napokban, hónapokban és években. Ale jedno vieme. De egyet tudunk, že s nami budeš. Hogy velünk leszel. A že ty si verný Boh. És hogy te hűséges Isten vagy. A nikdy nás neopustíš. Soha nem hagysz el minket. Ó, Pane. Ó, Uram. Tam chceme byť všetci. Ott akarunk lenni minnyája. Tam u teba. Ott nálad. Ó, prosíme ťa. Ó, könyörgünk. Za našich drahých. A mi szeretteinkért. Aby nikto nezaostal. Hogy senki sem maradjon le. Prosíme ťa, Pane. Kérünk téged, Uram. Za tých, ktorí sú s nami. Azokért, akik velünk vannak. V tom našom týme. A mi csapatunkban. V tej našej rodine. A mi családunkban. Tých našich vzťahov. Mi kapcsolatainkban. Ó, prosíme, aby nikto nezaostal. Ó, könyörgünk, hogy senki sem maradjon le. Ó, Pane. Ó, Uram. Chyť každého jedného z nás za ruku. Fogd meg mindannyiunknak a kezét. A doved nás do bezpečného cieľa. És vezess minket a biztonságos célba. A ďakujeme. És köszönjük, že môžeme veriť, že držíš našu ruku. Hogy hihetünk abban, hogy tartod a kezünket. A vedieš nás cestou, ktorou máme ísť. És vezetsz minket az úton, amin járnunk kell. A vyučuješ nás tejto ceste. És tanítasz minket erre aby sme az útra. Nepadali na nej. Hogy ne essünk el rajta. Ale keď aj padneme, aby sme vstali. És hogyha el is esnénk, hogy fölkeljünk. Aby sme išli ďalej. És tovább menjünk. Tak to hovorí Pán Ježiš. Ezt mondja az Úr Jézus. Sú tu niektorí, ktorí padli. Vannak itt némelyek, akik elestek. A takto si hovoríš vo svojom srdci. És ezt mondod a szívedben. Nech sa čokoľvek deje, ja už nemám milosť. Bármi történne is, nekem már nincs számomra már nincs kegyelem. Takto hovorí Pán Ježiš. Ezt mondja az Úr Jézus. Viem tvoje myšlienky. Ismerem a gondolataidat. Vidím tvoje zranené srdce. Látom a megsebzett szívedet. A preto ti hovorím. És ezért azt mondom neked. Odpustená je tvoja vina. Meg van bocsátva a bűnöd. Zmazaná je tvoja neprávosť. El van törölve a hamisságod. A tvoje hriechy som do mora hlbín zahodil. És a bűneidet elvetettem a tenger mélységében. A na niektorý z tvojich hriechov už si nespomeniem. És egyikre se emlékezem. Odpustil som ti. Megbocsátottam neked. Kelj föl. Stáň zo svojej nemohúcnosti. Kelj föl a tehetetlenségekből, és jöjj és kövess engem. A dovediem ťa do bezpečného cieľa. És elvezetlek a biztonságos célig. Lebo ja znám svoje myšlienky o tebe. Mert ismerem a gondolataimat rólad. Myšlienky o dobre. A jó jó gondolatokat. Aby som ťa zbudoval a nezboril. Hogy fölépítselek és ne romboljalak le. Zasadil a nevyplienil. Hogy elültesselek és ne gyomláljalak ki. Ale aby som ti dal bohatú budúcnosť. Hanem, hogy gazdag jövőt adjak neked. Viem, že ťa milujem. Tudom, hogy szeretlek. Aj ty ma miluješ. Te is szeretsz. Tak poslúchni. Akkor fogadj szót. Stáň a poď. Kelj föl és gyere. Odpustil som ti. Megbocsátottam vykroč. Neked. Lépj ki. Teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. Most, hogyha le van hajtva a fejünk. A tak prežíva, že Pán hovoril osobne k tebe. És úgy éled át, hogy az Úr az személyesen hozzád szólt. Zodvihni svoju ruku. Emeld föl a kezedet. Budem sa za teba. Imádkozni fogok érted. Legyetek áldottak. Dicsőség az Úrnak. Buďte požehnaní mužovia i ženy. Legyetek áldottak férfiak és malí nők. I veľký. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek. Ó, príď Duchu Svätý. Ó, jöjj Szent Szellem. Zapecsat tieto slová v týchto srdciach. Pecsételd le ezeket a szavakat ezekben a szívekben. A daj silu víťaziť. És adjál erőt a győzelemhez. A takto hovorí Pán Ježiš. Ezt mondja az Úr Jézus. Aj, hľa, ja som s vami.
Íme én veletek vagyok. Po všetky dni. Minden napon. Až do skonania sveta. A világ végezetéig. Nikdy vás neopustím. Soha nem hagylak el benneteket. Aj keby matka opustila svoje dieťa. Mikor az anya elhagyná is a gyermekét. Aj keby matka povedala svojmu dieťaťu, ty nie si moje dieťa. Mikor az anya azt mondaná is a gyermekének, hogy nem vagy az én gyerekem. Ja sa ťa nikdy nevzdám. Én soha nem mondok le Môj rólad. Môj si ti. Az enyém vagy. Splodil som ťa. Én nemzettelek téged. Do večného života. Örök életre. A potom, keď vyzdýchneš posledné. És utána, amikor kileheled az utolsó a lelkedet. Chytím tvoju ruku. Kézen foglak. A zavediem ťa do svojej slávy. És elvezetlek a dicsőségembe. Tak to hovorí ten. Ezt mondja az. Ktorý ťa miluje večnou láskou. Aki örök szeretettel szeret téged. Chvála ti, Pani Ježiš. Hála neked, Úr Jézus. Ďaká ti, že aj dnes si tu. Hála neked azért, hogy itt vagy že most is. Že sa nás dotýkaš. Hogy megérintesz minket. Že nás uzdravíš. Hogy meggyógyítasz minket. Voláš nás. Hogy hívsz minket. A potešuješ nás. És vigasztalsz minket. Chceme ťa nasledovať. Követni akarunk téged. Chceme ťa poslúchať. Engedelmeskedni akarunk neked. A chceme ti byť verni. És hűek akarunk lenni hozzád. Až do smrti. Mint halálig. Pomôž nám. Segíts nekünk ebben, Uram. Tom drahom mene, Páne Ježiš. Az Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen.